Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Március 17-én Kisteleken a BEM utcában kigyűlt egy garázs és a benne tárolt berendezési tárgyak. A kisteleki és a szegedi tűzoltók érkeztek a helyszínre. Az egységek elrontanították az épületet, majd egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A garázs épületből kimentettek egy Audi típusú személyautót is. A tűzben személy sérülés nem történt. Csalók házának a katasztrófa védelem nevében. A Csongrád megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tudomására jutott információk szerint Csongrád megye több településén is feltűntek azok a házaló tevékenységet folytató személyek, akik állításuk szerint a katasztrófa védelem megbízásából szénmonoxid érzékelőket kínálnak eladásra. A házalók előlegként 10.000 forintot kérnek, majd a beszereléskor további 25.000 forintot károsítják meg az ügyfeleket. A Csongrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az igazgatóság munkatársai nem értékesítenek és nem szerelnek fel szénmonoxid érzékelőket, munkatársai nem jogosultak készpénz átvételére. A megyei igazgatóság arra kéri a lakosokat, hogy csak olyan személyeknek nyissanak ajtót, akiknek a személyazonosságáról meggyőződtek. A Csongrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkavállalói egyenruhát viselnek és arcképes szolgálatai igazolvánnyal rendelkeznek. Amennyiben otthonában önt is felkeresik a csalók, kérjük, értesítse a rendőrséget a 105-ös telefonszámon. Bővebb információkért hívja a megyei igazgatóságot a 62-621-280-as telefonszámon. A Kisteleki Járási Hivatal és Szakigazgatási Szerveinek ügyfélfogadási rendje a következő. Hatósági osztály. Hétfőn 8-tól 17 óráig, kedden, szerdán, csütörtökön 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól délig. Kormányablak okmányiroda. Hétfőn 7-től 17 óráig, kedden 8-tól 16 óráig, szerdán 8-tól délig, csütörtökön 8-tól 18 óráig, pénteken 8-tól délig. Gyámhivatal. Kedden és szerdán 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól délig, hétfőn és csütörtökön nincs ügyfélfogadás. Állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző hivatal. Kedden és szerdán 8-tól délig és 13 órától 16 óráig, pénteken 8-tól délig. Áprilisban van lehetőség beiratniuk a szülőknek gyermekeiket a Kisteleki Általános Iskolába. A pontos dátumokról, valamint szükséges dokumentumokról Papné Guba Éva igazgatónőt kérdeztük. Aki idén szándékozik beiratni általános iskolás korú gyermekét a Kisteleki Általános Iskolába, az mikor tudja ezt egészen pontosan megtenni, illetve milyen szükséges okmányok kellenek a beiratkozáshoz? A Kisteleki Általános Iskolában és az ország összes általános iskolájában kijelölték azt a két napot, amikor a beiratkozás megtörténhet. Ez a két nap április 16-a és 17-e, csütörtök és péntek, gyakorlatilag egész nap. Minden olyan gyereket be kell iratni az általános iskolába, aki 2009. augusztus 31-éig született. Függetlenül attól, hogy van-e olyan szakértői véleménye, amely azt fogja alátámasztani, hogy még az óvodában maradjon, tanköteles korú gyerekeket be kell iratni, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa, tehát hogy iskolába fog-e járni, vagy pedig visszamarad az óvodába, de ezt mindig az igazgató, az iskola igazgatója hozza meg ezt a határozatot. Tehát minden gyereket be kell iratni, még akkor is, hogyha biztosan tudja a szülők, hogy óvodában marad. A Kisteleki járás oldalon, az iskola honlapján és az iskola bejáratainál is elhelyeztük azokat a tájékoztató felhívásokat, amelyek pontosan megmutatják, hogy milyen dokumentumokra van szükség. Itt gondolok leginkább a lakcímkártyájára a gyereknek, a születési anyakönyvi kivonatára, tajkártyára, az óvodai véleményre, javaslatra, tehát nagyon-nagyon sok dokumentumot kell hozni, és három nyilatkozatra lesz majd szüksége ahhoz, hogy a gyerek valóban iskolába tudjon lépni. De mind a két kisteleki óvodába fogunk még tájékoztatót tartani a nagycsoportos korú gyerekek szüleinek, mégpedig a Hétszínvirág óvodában március 18-án, a Szivárvány óvodában pedig április 9-én. Tehát még a beiratkozást megelőzően tájékoztatni fogjuk személyesen is a szülőket.
Április 12-én a Szent István templomban egy jótékonysági koncertre kerül sor, melynek célja Pati Nagy Szabó Adrián megsegítése, aki egy súlyos betegséggel küzd. A koncerten fellép a helyi és környékbeli művészek többsége, továbbá a helyszínen lehetőség lesz adakoznia annak, aki úgy érzi, hogy szeretne segíteni a jó cél érdekében. Április 12-én a Szent István templomban egy jótékonysági koncertre kerül sor, melynek célja egy súlyosan beteg fiatal lány megsegítése. Egész pontosan kiről beszélünk, kiről is van szó? Ő Pati Nagy Szabó Adrián, őt támogatjuk ugye a kupakgyűjtéssel, és most a Harmónia Egyesület mellénk állt, és ezáltal egy jótékonysági koncert lesz itt Kisteleken 2015. április 12-én 17 óráig kezdettel a templomban. Mit érdemes tudni az ő betegségéről? Vele született, mozgásszervi rendellenességgel született, majd egy elesés következtében, ami kerekesszékével elesett, nyaktól lefele lebénult, így csak szájjal rajzol, teljes ellátást igényel napi 24 órában. Apuka elhagyta a családot, és anyuka egyedül neveli, illetve hát együtt küzdenek. Aki valamilyen formában a jó cél érdekében szeretne majd segíteni 12-én, az miként teheti meg mindezt? Ki lesz rakva egy kis dobozka az Adrián részére, hogyha valaki gondolja, akkor nyilván hozzájárulhat és segítheti őt, de természetesen ez nem kötelező, ez egy nagyon jó és szép koncert, a Harmónia Egyesület nagyon készül rá, tehát ha csak valaki azért jön el, hogy meghallgassa őket, akkor is szerintem nagyon jó jár. Mire kell számítani egész pontosan ezen a koncerten, kik fognak majd koncertet adni, illetve kik lesznek a jelenlévők? Hát a Harmónia Egyesület nekem így elküldte kis papírkán, hogy kik lesznek, lesz egy plakát, és akkor fogjuk mindenfele hirdetni a fellépőket. 2015. április 12-én 17 órai kezdettel Szent István Római Katolikus templomban lesz a jótékonysági koncert Pati Nagy Szabó Adrián részére. Egy országos szintű kezdeményezésről beszélünk. Kistelek hogyan kapcsolódott bele ebbe a jótékonysági kezdeményezésbe? Mi tavaly augusztusban kapcsolódtunk ez a jótékonykodáshoz, a kupakgyűjtéssel kapcsolatban, és a mi figyelmünket Farkas László, magyar kerekesszékes rögbi válogatott tagja hívta fel a figyelmet, és mi ezáltal, mint kisteleki csoport, mozgáskorlátozott a kisteleki csoportja, csatlakoztunk hozzá, és a kupakgyűjtésen kívül kezdtünk más-más lehetőségeket is az Adrinak megtalálni, és így jött, vagy így csatlakozott hozzánk a Harmónia Egyesület, és így lett a jótékonysági koncert. A Röszkén megrendezésre került 6. Homokhát kupán arattak ismét nagy sikert a Hétkerék Egyesület körkorcsolyásai. Összesen 5 érmét sikerült bezsebelniük a kistelki korisoknak a versenyről, valamint az elért helyezésekről Kalapács Anettet, a Hétkerék Egyesület edzőjét kérdeztük. Március 1-én Röszkén került megrendezésre a 6. Homokhát kupa, melyen a Hétkerék Egyesület versenyzői is képviseltették magukat, ráadásul sikerült elég szép eredményeket elérniük. Hogyan zajlott maga a verseny, illetve milyen korcsoportokban indultak a versenyzők? A verseny felépítése úgy volt, hogy először egy akadálypályát kellett teljesítenünk a versenyzőknek, utána egy egykörös üldözéses verseny, majd egy elimináció, azaz kieséses versenyen vettek részt, ami 6, illetve 8 körös volt. 7 versenyzővel indultunk a versenyen. Nagyon szép eredményt értünk el, azt gondolom, így első versenyre, hiszen egy arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet sikerült elhoznunk a versenyről. Junior F korosztályban Sugár Lara és Jenei Evelin versenyzett. Ők érmet nem szereztek, de nagyon szép versenyzéssel szép eredményeket értek el. Fiúknál F-es korosztályban Sándor Bence nagyon szép versenyzéssel 3. helyezést ért el. Itt indult a legtöbb versenyző, és Bence korát meghazudtolóan versenyzett, hiszen nagyon szép előzéseket hajtott végre, nagyon szépen átlátta a pályát, és kemény versenyzéssel 3. helyen végzett. Junior C és kadett korosztályban Sándor Beatrix aranyérmet, Bitó Szilvia ezüstérmet és Gyalai Evelin bronzérmet hozott el, így a dobogon 3 kisteleki állhatott fönn. Junior C és kadett korosztályban Mészáros Barna Vajk pedig ezüstérmet szerzett. Hogyan érezték magukat a versenyzők, illetve a kilátogató vendégek, szülők esetleg? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatú verseny volt, és mindenkinek tetszett.
A gyerekek kérdezték, hogy mikor megyünk következő versenyre, úgyhogy szerintem ők is nagyon jól érezték magukat, és a kilátogató szülők is. Előbb esett szó ugye a következő versenyről, ez előre láthatólag mikor fog majd megrendezésre kerülni, illetve mik a távolabbi célok, tervek ezzel kapcsolatosan? A következő verseny Szegeden lesz, hát így egy hónapon belül, pontosan nem tudom a dátumot. Szeretnénk több versenyen indulni, még körülbelül 3-4 verseny van így a tavaszi, illetve nyár elejé szezonba tervezve. Élet a fronton elnevezéssel első világháborús relikviák kiállítás nyílt a Művelődési Házban. Szanka József magángyűjteménye rengeteg korabeli írásos feljegyzések, korhű fegyverek, valamint harci felszerelések, különböző használati tárgyak kaptak helyet. A kiállítást március 27-ig van lehetőségük megtekinteni az érdeklődőknek. Élet a fronton címmel első világháborús relikviák kiállítás nyílt a Művelődési Központban. Milyen pályázat útján valósult meg mindez, illetve mi a kiállítás legfőbb célja? A kiállítás a Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával valósulhatott meg. Kistelekváros művelődésért és sportéletért közhasznú közalapítvány benyújtott egy pályázatot a 2014-es évben, hiszen akkor volt a világháborúnak a centenáriuma, és ezen nyertünk támogatást. Ebből a projektből tulajdonképpen megvalósult egy rendhagyó történelemóra. Volt egy koszorúzásunk, de a fő eleme tulajdonképpen ez a kiállítás, illetve készül két radecki huszárruha csizmával, tehát egy teljes öltözet. Ezeket lehetett ebből a pályázatból megvalósítani. Az egész pályázat célja ugye az első világháborúra való megemlékezés volt, és mivel Kisteleket is érintette az első világháború, hiszen 1933 katona ment Kistelekről a háborúba, és 326 tulajdonképpen meghalt, illetve 90 néhány ember el is tűnt a háborúba, tehát Kisteleknek is voltak áldozatai, és rájuk szerettünk volna méltóképpen emlékezni. A kiállítás Szanka József gyűjteményéből került összeállításra, aki több éves kutató és gyűjtőmunka után tudta ezeket a darabokat megszerezni. Láthatunk használati tárgyakat, tányérokat, képeket, bögréket, olyan eszközöket, amiket a katonák a fronton készítettek ugye a lőszerekből, hiszen amikor éppen nem volt harc, akkor valamivel el kellett tölteni az időt, és ezzel próbálták a átélt borzalmakat tulajdonképpen kidolgozni magukból, illetve láthatunk levelezéseket, képeslapokat, amelyeket otthon maradottak, illetve a fronton lévők egymásnak küldtek, fegyvereket és különböző harcászati eszközöket. Ami még érdekes a kiállításban, hogy ugye ezek a tárgyak között felelhetünk olyanokat is, amik kimondott kisteleki katonákhoz köthetőek az ő emlékei. Még egyik ilyen érdekesség, hogy a háborúba elvitte a feleségének egy hajtincsét, és ugye az is ott van a kiállításban. Tehát nagyon sokféle módon próbáltak abban az időben az emberek valamilyen szinten a kapcsolatot megtartani a családjuk és ugye a front között, és ennek emeltünk mi egy kicsit emléket, egy kicsit tiszteletet, és hogy jusson eszünkbe, hogy sokat tettek a kisterekiek is annak idején ebben a háborúban. Meddig van lehetőség megtekinteni ezt a kiállítást, illetve milyenek az eddigi visszajelzések? A kiállítást ezen a héten, tehát március 16-ától, és a következő héten március 27-ig lehet megtekinteni, napközben 9 és 6 óra között. Amit tudni kell, hogy ha valaki oda megy, akkor mindenképp keresse a takarító nénit, mert be van zárva maga a kiállítás, amiatt, hogy ugye az egyedi tárgyak nem szeretnénk, ha elvesznének, és úgy lehet mindig megnézni, hogy tehát egész nap megtekinthető, de oda megyünk, akkor az ajtó zárva, a takarító néni kinyitja, tehát bármikor ez időtartam alatt meg lehet nézni. Csak az a fontos, hogy ne tűnjön el semmi, hiszen ezt a több éves gyűjtőmunkát, ha már lehetővé tette a Szanka úr, hogy kiállítsuk, akkor nem szeretnénk, hogyha rossz emlékei lennének erről az egész kiállításról. A visszajelzések pozitívak, egyre több embertől hallom, hogy mennek megnézni. Az első egy-két nap még az embereknek eljutott a tudatáig, hogy van ilyen, és most már látom, hogy nézik, mennek, láttam hozzá szólásokat, hogy nagyon érdekes volt, és nagyon tetszett, hogy úgy
Úgyhogy remélem, hogy minél többen meg fogják nézni, és remélem, hogy sok embernek nyújt ez pozitív élményt. Az Ifjú Kistelekiek Szövetsége is megemlékezett az 1848-49-es szabadságharc hőseiről, egy írőláncot alkotva szavalták és énekelték el a nemzeti dalt, valamint a himnuszt. A megemlékezésen túl megtudhatjuk, milyen programokon vannak túl az X fiataljai, továbbá milyen rendezvényekkel készülnek a közeljövőben. Az Ifjú Kistelekiek Szövetségének tagjai is megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharc, valamint forradalom hőseiről. Hogyan is zajlott ez a megemlékezés? Hát a megemlékezés úgy zajlott, hogy mi tulajdonképpen a városi megemlékezésen is megjelentünk, képviseltük magunkat, ugye eléggé sok gimnazista van a szervezetünkben, így ők alapból ott voltak a megemlékezésen, de mi is megjelentünk, emellett a szervezetünk koszorúzott is. Ezek után a Honvédelmi Minisztérium rendezvényszervező irodája kihirdetett egy országos programot. Ennek az a lényege, hogy március 15-én 3 órakor élőláncot alkotva, összekapaszkodva kellett elszavalni a nemzeti dalt Petőfi Sándortól. És hát mi úgy gondoltuk, hogy eleve március 15-én az adott napon szoktunk mindig megemlékezést tartani, így éppen kapóra jött ez a dolog nekünk, a kormányhivatal hirdette ugye ki a programot a Honvédelmi Minisztérium által, és becsatlakoztunk. A rendezvény, mi úgy gondoljuk, nagyon jól sikerült, a Szent István téren tartottuk meg. Ott került megrendezésre, a láncba 56 fő kapcsolódott be, és közösen szavalta a nemzeti dalt, azonban volt olyan, aki kerekesszékkel volt kint, babakocsival volt kint, kutyával volt kint, szóval pontos létszámot nem tudok mondani, azt azonban teljesen tudom, hogy 56-an kapaszkodtunk össze. Volt, aki képviselte a helyi gimnáziumot, voltak az önkormányzat dolgozói közül kint, volt, aki a járási hivataltól érkezett, és hát rengeteg magánember is megjelent ezen a rendezvényen, így nagyon pozitívnak érezzük a rendezvényt, emellett ez felnyitotta a szemünket, hogy jövő március 15-én hasonló megmozdulást tudunk szervezni, csak hát egy kicsit másabb összetétellel, esetleg programokkal tele tudjuk szurkálni, és akkor itt sokkal látványosabb, meg sokkal több embert behívó rendezvényt bírunk létrehozni. A rendezvény teljesen kulturális jellegű volt, kulturális megemlékezés volt, semmi probléma nem volt a rendezvény folyamán, így teljesen pozitívnak értékeljük. Milyen programokkal készül az Ifjú Kistelekiek Szövetsége az elkövetkezendő napokban, hetekben? Visszatekintve elsőnek a márciusi hónapra, a márciusban volt főleg szakköreink. Ez azt akarja, hogy az e-sport szakkör, ahol számítógépezni lehet, az most már rendszeresen beállt péntekre. Emellett elkezdődött a Holdfestők Társasága, ahol ugye egymás segítve tudnak alkotni a fiatalok, idősek. Egyaránt emellett elindult a tanulókör is. Minden hétköznap be lehet jönni, lehet tanulni, van, aki társaságban zene mellett sokkal jobban szeret tanulni, mintha otthon egyedül ülne. Lehet, hogy még mit tudom én, hogyha a matematikában éppen hibája van, vagy nem tudja, akkor lehet, hogy a másik tud neki segíteni. Ilyen elven indítottuk el azt a fajta szakkört is. Emellett március 27-én lesz egy közös nagy takarítás, ami azt akarja, hogy a gimnáziumtól elindulunk, és a közterületeken kicsit kikapáljuk, amit úgy érezzük, hogy ki kell, ami szemetet találunk, azt összeszedünk, ezzel segítve a város munkáját, meg hát a közterület karbantartók munkáját. Az áprilisi hónapban szeretnénk koncertet szervezni, emellett szeretnénk egy sztereotípia élőkönyvtárat is létrehozni, szeretnénk azt, hogy az eddigi rendezvényeink csak úgy, mint eddig a szakkörök tovább fussanak, és hát még, hogy mit tudunk majd beleszúrni az áprilisi hónapba, az még kiderül, de aki a közösségi oldalon követ minket, vagy hát figyeli csak az utcát, hogy ahova ki vannak téve a plakátjaink, ott tudnak információt szerezni arról, hogy hol is áll, mint is áll éppen a rendezvényeink. A Kistelki Általános Iskola diákjai, valamint pedagógusai egy ünnepi műsorral készültek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére, melyen egy műzalmi tárlatvezetés során idézték fel a múltban történt jeles esemény fő momentumait és szereplőit. Az 1848-49-es szabadságharcra emlékezve ma a Kisteleki Általános Iskolás diákok egy ünnepi műsort adtak elő. Hogyan is épült föl egész pontosan ez a műsor, mit is láthattunk? Igazából ez egy picit rendhagyóra sikeredett ez a mostani műsor, és azt gondolom, hogy ilyennek is lennie kell, hogy egy picit a mai fiataloknak, a gyerekeknek egy kicsit közelebb hozzuk ezt a valóban már 167 évvel ezelőtt történt eseményeket. Azt gondolom, hogy a
gyerekek a tanárnők segítségével egy nagyon jó koncepciót, egy nagyon jó elgondolást valósítottak meg a színpadon, és úgy érzem, hogy igazából tényleg megható pillanatokat tudtak szerezni remélhetőleg mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Sejben Győző vagyok, a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője, és az elmúlt hét eseményeiről a következőkben tudok beszámolni. A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt hét során közlekedési baleset nem történt. Az elmúlt héten 2 ügyben folytatott le eredményes nyomozást a Kisteleki Rendőrkapitányság a következők szerint. 2015. január 25-én déli órákban Kistelek belterületén intézkedés alá vontak a Kisteleki Rendőrkapitányság járőrei egy Opel típusú személygépkocsival közlekedő személyt, mely során ellenőrizték a gépjármű alvásszámát. Megállapították, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett alvásszám nem egyezik meg a gépjárművön lévővel. A lefolytatott büntetőeljárás adatai alapján az azonosító jelet a gyanúsított a saját gépkocsijáról eltávolította, és azt egy másik forgalmi rendszámhoz tartozó gépjárműre áthelyezte, és azzal közlekedett. Fenti cselekménye alkalmas volt egy rendbeli, egyedi azonosító jellel visszaélés büntettének megállapítására, mely alapján vádemelési javaslattal megküldtük az ügyet a Szegedi Járási Ügyészség részére. Kisteleki férfival szemben lefolytatott büntető eljárás adatai alapján megállapítást nyert, hogy 2014. novemberében volt élettársa lakó ingatlanában az alvó sértett ruházatában lévő készpénzt eltulajdonította erőszak alkalmazása nélkül, majd az ingatlanból távozott, a bűncselekménnyel lopási kárt okozva. Megállapítást nyert, hogy cselekménye alkalmas egy rendbeli kifosztás büntettének alapos gyanúja megállapítására, mely alapján az ügyet vádemelési javaslattal megküldtük a Szegedi Járási Ügyészség részére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Új rovattal bővült heti mozaik című magazin műsorunk. A heti rendszerességgel jelentkező műsorszámunkban a Kisteleken űzhető népszerű sportok valamelyikét igyekeztünk részletesen bemutatni az érdeklődő nézőink számára. Ez alkalommal a Kistelki Hétkerék Egyesület körkorcsolyásainak edzéseibe pillanthatunk be, hol az állandó hajtási és pörgésé a főszerep. Mikor alapult, illetve kezdetben milyen céllal indult útjára a Hétkerék Egyesület? Körülbelül 7 éve alakult meg az Egyesület, és alapvetően szülők hozták létre, vagy hoztuk létre az Egyesületet. Akkor kezdtek el tulajdonképpen a gyerekek itt Kisteleken korcsolyázni, és az egyik anyuka volt az, aki Kalapács Anettet megtalálta Sándor falván. Anettről azt kell tudni, hogy Európa bajnok, ifjúsági Európa bajnok, gyors korcsolyázó, és összetettben pedig Európa bajnok második helyezett korcsolyázó.
és olyan szerencsénk volt, hogy Anett elvállalta azt, hogy foglalkozik a gyerekekkel és a felnőttekkel, mert néhány évvel ezelőtt a felnőttek is elkezdtek tanulni korcsolyázni. Sokan gondolták azt, hogy ha a gyerekek megtanulnak korizni, akkor ők is természetesen megtanulnak korcsolyázni. Tehát körülbelül 7 éve már annak, hogy itt Kisteleken a gyors korcsolya, illetve a görkorcsolya az ilyen szinten is elkezdett a város sportéletének a részévé válni. A gyerekek esetleg testnevelés órák keretében volt-e lehetőségük korcsolyázni, megtanulni, vagy ezt csak itt lehet itt a Hétkerék Egyesületnél megtanulni, úgymond így rendszeresen, ugye minden héten van edzés? A görkorcsolyáról nem tudok, hogy az iskolában lett volna-e. Ugyanakkor az iskolában a testnevelés tanárok közül van olyan, aki a gyerekeket rendszeresen minden télen beviszi a szegedi jégcsarnokba, és a jégkorcsolyázásnak az alapjaival ott meg lehet ismerkedni. Tehát a jégkorcsolyázással igen, a görkorcsolyázással nem. Az itt látható gyerekeken lévő felszerelések, ez mind a sajátjuk, tehát aki esetleg ide akarna jelentkezni, megtanulni korcsolyázni, saját felszerelést kell magával hoznia, vagy ezt az egyesület bocsátja a számukra? Ugye itt a kis csajokon, a fiatalabb korcsolyázósokon, főleg az óvisokon lehet látni a pink, a hercegnős védőfelszerelést, vagy bukósisakot, ugye a verdás védőfelszerelés bukósisak. Ez a gyerekeké. Már azoké a gyerekeké, akik régóta járnak ide korcsolyázni, de hogyha valaki szeretne, vagy kedvet kapna ahhoz, hogy kipróbálja, milyen a görkorcsolyázás, akkor az egyesületünk rendelkezik néhány méretű görkorcsolya cipővel, illetve görkorcsolyával, valamint tudunk adni itt kipróbálásra védőfelszerelést is, könyökvédőt, térdvédőt, csuklóvédőt és bukósisakot. Ezek nélkül nem lehet az edzésen részt venni, nem lehet a pályára fölmenni, és akkor ki lehet a kicsiknek is, meg a nagyobbaknak is próbálni, hogy milyen a görkorizás. Azt szoktuk mondani, hogy 3-4 alkalommal, hogyha valaki eljön és kipróbálja, úgyis már érezni fogja, hogy szeretne megtanulni, vagy éppen versenyszerűen megtanulni. Úgyhogy körülbelül 1-1,5 hónapra odaadjuk szívesen ezeket az eszközöket. Utána pedig hogyha valaki eljön ide és korizik velünk, úgyis meg fogja vásárolni magának azt az újat, azt, ami neki tetszik, de nem olyan őrült összegek, amikért már meg lehet vásárolni. Illetve abban tudunk segíteni, hogy főleg gyerekeknél számít az, hogy ne feltétlen újkori legyen, hiszen hamar kinövik, még akkor is, hogyha állítható a korcsolya, hanem jó állapotú használt korcsolyákat is érdemes megvásárolni, ebben tudunk segíteni. Ugye esett szó a versenyszerű görkorcsolyázásról. Milyen nagyobb sikereket tudhat eddig magáénak az egyesület? Hát, ugye a nagyobb siker az, hogy megtanulunk korizni, akár a felnőttek is, de valóban versenyszerűen korcsolyáznak a gyerekek. És a legnagyobb siker talán az, hogy diákolimpia döntőbe jutottak már többször. Ha jól számolom, akkor 5-6 évvel ezelőtt, talán 5 évvel ezelőtt volt az egyik ilyen diákolimpia döntő görkorcsolya szakákban. Azt szerencsénkre éppen Szegeden rendezték meg akkor, a pláza háta mögötti sportpályán, a görkorcsolya pályán, és ott értek el a gyerekek nagyon szép eredményt. Ugye ilyenkor az mindig fontos, hogy ki is juthatnak a gyerekek oda. Tehát itt voltak, akik a megyei versenyt, a megyei rendezésű versenyeket nyerték meg, és úgy kerültek oda, de az nagyon fontos, hogy az országos döntőbe bekerültek, illetve most legutóbb volt még egy azért különleges dolog, mert tudomásom szerint Kistelekről nem volt még senki jeges olimpián, diák olimpián, és az iskolának a két tanulója, illetve hát két korcsolyázunk, akik a debreceni diák olimpián, a jeges diák olimpián részt vettek rövid távú, gyors korcsolya szakákban, és itt is az a fontos, hogy a döntőbe bekerültek, tehát el tudtak utazni a diák olimpiai döntőre. Mik a Hétkerék Egyesület távolabbi, még meg nem valósult céljai, amit még szeretnének elérni így a későbbiekben? Hát ugye most alapvetően a görkorcsolya szakágról beszélünk, illetve erről a szakosztályról, ahol most itt vagyunk. Itt talán az, hogy minél több gyerek, minél több diák megismerje, megszeresse a görkorcsolyázást. Itt pedagógusokkal beszélgettünk, például a Hétszínvirág óvodának a vezetőjével is, hogy ő is úgy látja, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, mind a szellemi, mind a testi fejlődésére a görkorcsolyázás. Ugyanez a kisebb gyerekeknél, diákoknál, tehát egyrészt
ilyen szempontból nagyon jó ez, ugyanakkor pedig az, hogy minél többen jussanak el versenyre a gyerekek, a diákok közül. Ugye most az utóbbi versenyen azt mondom, hogy sikerült bemutatkozni, hamarosan a Dome Kupa következik majd, ami egy nagyobb bajnokság sorozatnak az egyik állomása, és hát valamikor egész pontosan május 1-én lesz majd az országos diákolimpia, és meglátjuk majd, hogy a hétkerék egyesület korisai közül eljut-e majd valaki a diákolimpiára, esetleg, hogyha igen, akkor majd milyen eredményt ér el. Tehát alapvetően kicsiknél arra törekszünk, hogy minél többen megtanuljanak korizni, nagyobbaknál pedig az, hogy minél szebb eredményeket és minél szebben csillogó érmeket érjenek el. Miért pont hétkerék az egyesület neve? Mondták azt, hogy nem jön ki, mert 8 kereke van a két görkorinak, a biciklinek se. Ugye a hét kerék egyesület az nem csak korcsolyázással foglalkozik, hanem például úszás belefér a tevékenységi körei közé, a kerékpározás és más. Volt, aki elkezdte már összeadni, hogy a 4 kerék, meg a 2 kerék, páros kerék, meg a többi, de nem jött ki sehogyan. Nem áruljuk el egyébként még egyenlőre, hogy miért pont, de mondom, a héttörpe, a hétmérföldes csizma, a hétfejű sárkány, ezt a vonalat kell ebben a dologban is követni. Hétkerék Egyesület edzésein milyen gyakorlatokból szokott állni maga az edzés, illetve milyen pályán szoktak gyakorolni a gyerekek? Az elején mindig bemelegítéssel kezdünk. A téli szezonban alapoztunk, így benne a tornateremben voltunk kénytelenek edzeni, mivel hogy az időjárási viszonyok miatt, nyáron pedig itt kinn az iskola udvarán edzünk. Bemelegítés, utána pár ilyen gyorsuló feladat van, és utána jönnek az ügyességi gyakorlatok, ugrás, forgás, hátrafele korizás, páros gyakorlatok, a végén pedig játszunk, és utána egy kicsit szokják azt is, hogy a versenysport miből áll, levezetés és nyújtása az edzés vége. Milyen idős gyerekek vesznek itt részt az edzésen? Ugye lehet azért látni, hogy így elég széles a paletta. A fiúk, lányok vegyesen is jelen vannak. Igen, több korosztály van jelen az edzésen. Legkisebb ilyen 3,5 éves körüli, 3-4 évesek. A legkisebbek, a legidősebbek szülők is szoktak korcsolyázni, úgyhogy így teljesen szétszórva vannak. A gyakori korosztályunk ezek az óvoda, nagy csoport és az első osztály, ahol a legtöbb korcsolyázónk van jelenleg. Akik ugye ide jelentkeztek a Hétkerék Egyesülethez, ők már előzetesen tudnak esetleg korcsolyázni, vagy módjukban áll esetleg itt is megtanulni az alapokat? Hát én már régebb óta tartok itt edzéseken, Kisteleken, úgyhogy már az alapja az egyesületnek már megvolt, mert azokat tudtak korcsolyázni, akiket már évekkel ezelőtt is tanítottam, de most is csatlakoznak hozzánk kezdők, fiatalok, akik nem tudnak korcsolyázni, esetleg idősebbek is, akik nem tudnak korcsolyázni, és lehetőség van megtanulni. Milyen nagyobb országos versenyeken vettek eddig részt a gyerekek? Junior amatőr országos bajnokságon és diákolimpián is versenyeztünk. Elsősorban kiknek és miért ajánlanád a korcsolyázást, illetve a gyors korcsolyázást? Téged személy szerint miért fogott meg annak idején? Minden korcsoportnak ajánlanám elsősorban a hobbi szinten, mert nagyon jó mozgásforma, jól ki lehet kapcsolódni, izgalmas feladatokat, játékokat lehet játszani órákon, és akár még a városban is lehet korcsolyázni, vagy átutazni, vagy kerékpár úton korizni. Szerintem nagyon jó családi program, illetve hát a versenysportot mindazoknak, akik szeretik a sebességet, az izgalmakat, a kontaktsport, hiszen lehet lögdösödni is, és karmunkával helyet csinálni magadnak a pályán, úgyhogy azoknak is ajánlanám, akik élvezik az ilyesmit. Heti hányszor szoktatok edzést tartani a gyerekeknek, illetve milyen időpontban? Heti egyszer van edzésünk, vasárnap délután 4 órától 5 óráig. Ez a nyári szezonban kicsit korábbi időpont szokott lenni, előre hozzuk 3 órára, hogy mindenkinek legyen mindenre ideje. És azért van ez a heti egy alkalom, ugye, hogy az iskola meg más elfoglaltságok mellett ennyire jut időnk. Sajnos nyáron lehet, hogy ez több lesz.
sorban a harmadik művész, azaz Majoros László képeivel frissültek a Kistáki Könyvtár ablakai. A festmények mellett grafitrajzok is helyet kaptak a bemutatott alkotások között, ezzel is emelve a kiállítás színvonalát. Immáron a harmadik művész, egész pontosan Majoros László képeivel frissült az ablakkiállítás, az ő képei díszítik a könyvtár ablakait. Honnan jött a festés, illetve a rajz iránti szenvedélye? Hát a rajz iránti szenvedély még a múlt században kezdődött, még iskolás koromban, ami nagyon meghatározta utána az életemben a rajz. Hát bár ugye utána nekem egy szakmám alakult ki, amiből én végül is hát nyugdíjba mentem, de a művészet az ott volt, egy társam volt, egy hűtársam. Amit megmondom őszintén, nagyon, de nagyon tudom szeretni, kedvelni, tisztelni ezek a termések, ezek az alkotások. Végül is egy hosszú évtizedeknek a termése. Milyen típusú képeket láthatunk itt? Ugye itt láthatunk különböző festményeket, illetve grafikai munkákat is. Milyen anyagokkal készülnek ezek a képek? Én igyekeztem a környezetemből meríteni a témát, főleg Kistelek, pusztaszertől kezdve mondhatnám a nagyobb környékből származó emlékeket, és ezeket szerettem. Na mostan ugye egy kicsit elkalandoztam az ilyen világban, a Szentegyházi művésztáborban, ami hát most éppen ebben az évben, 15. éve, hogy járunk, ez annyira elcsábított minket, hogy kénytelen voltam ezekkel a képekkel is ide felvonulni. Hát ki meglátja benne az Erdélyt, a Székelyföldet. Vagy aki még nem ismeri, az pedig ezen keresztül megismerheti, mert hát olyan élményt ad a képeken keresztül, ami számomra megtisztelő lesz, aki ezt visszajelzi, hogy na végre lehet látni egy ilyen képet. A képek általában én például a festészetnél az akril, a mellette az ikertestvére az olaj, vagy az olajnak az ikertestvére az akril, és emellett ugye a pasztel, a szén. Azért szeretem a szenet egyébként, mert igaz, hogy a fekete-fehér alapon működik, de nagyon kedvelem ezeket az anyagokat, mert mindegyik megadja, tehát minden témának megfelel, hogy most én akrilla festem, avagy pedig a tollrajz. Hát az Isten ilyen szeretem egyébként, mert a tollrajznál nagyon jó, mert hibázni nagyon nem lehet. És a tollrajzzal tudom még jobban megeleveníteni a környezetemet, és ezen belül hát embereket, tájat ugyanúgy meg lehet, mint a színekben. Hát csak ez hát fekete-fehérben van például, úgyhogy nagyon. Esett szó ugye a képeknek a témájáról. Ezek a témák általában mindig adottak, tehát leül úgymond eléjük, és így megfesti, amit lát, vagy van esetleg olyan témájú képe, ami így fejben születik meg? Hát a témák kiválasztása az olyan, hogy én elképzelem azt az időszakot a tavasszal, nyárral, ősz, a tél, mert a tél nekem nagyon kedvencem egyébként, nem azért, mert ugye az ősznek a folytatása, mert az ősz az egy bizonyos, a mikorunkban ugye a nyugdíjas időszakot, mikor eléri az ember, az már az ősznek a szimbóluma, és a tél az a folytatás, de viszont utána megjön egy gyönyörű szép tavasz, ami egyes képeken meg lehet látni, a tavasznak azt a leheletét, azt a varázsát, ugye sokat éltem tanyán, és a tanyai levegő, kint a semjéken, a tehenek között, jószágok között, az ember megtalálja mindig a témát. Nem beszélve arról, hogy ugye egy kártyázás közben éppen annak idején rajzoltam, mert én háttérbe elvonultam és rajzoltam. A témákat mindig adja a napi esemény, mert amikor ugye elmegyünk Erdélybe például a Székelyföldre, az egy csodálatos világot tár magunk elé. Hát nehéz, nagyon nehéz kiválasztani belőle, órákig bolyongunk, mire megtaláljuk a témát, és akkor végül leülünk,
Na, és akkor ezt a szakaszt, ezt a részt megfestjük, mert annak van értelme, azt haza tudjuk vinni, és nyugodtan megmutathatjuk a barátainak, ismerőseinek, és a nagy közönségnek, aki megnézi a kiállításainkat, hogy ez a kép azért készült, mert mi szeretnénk nem írás formájába, betű formájába, hanem a színek által létrehozott képen közreadni. A kisteleki művészekkel, festőművészekkel milyen kapcsolatot ápol? Szoktak esetleg együtt alkotni, véleményezni egymás alkotását? Nagyon, nagyon jó a kapcsolatom a kisteleki művészekkel, hogy zárójelben el akarom mondani, 82-ben, tehát a múlt században alakítottuk itten többek között, hát a Szombati Árpáddal, és volt még néhány olyan, aki hát kicsit lemorzsolódott, mert úgy érezte, hogy ez a terület ő neki kicsit nehéz, vagy pedig nem tudja a munkája mellett folytatni, akkor ő abba hagyta. Mi viszont éppen tegnap csütörtök este lévén, hát hála a Jóistennek a Teremtő is adott egy olyan lehetőséget, hogy ezt a csütörtök estéget én is itt a társaság körébe eltöltöm. Nagyon-nagyon, de nagyon kellemes velük, sok fiatal van, sok tehetség van. Aminek én örülök, mert nem én egyedül viszem itt a stafétabotot, hanem sokan mások, akik hát majd át fogják adni a többieknek. Milyenek az eddigi visszajelzések a kiállításával kapcsolatban, illetve meddig lehet megtekinteni ezeket a képeket? Hát, ha jól tudom, jövő hónap 17-ig, tehát április 17-ig lehet itt megtekinteni, azaz úgy, hogy hiszem, hogy pénteki nappal befejeződik, és utána ezek a képeknek az a sorsa, hogy hazavisszük, és sorrendbe rakjuk, és egy legközelebbi kiállításon, ahol jelentkezek valamilyen formában egy kollektív kiállításon, akkor ezeket szoktam úgy átrostálni, és akkor ezeket beillesztem a többiek közé. Jó, én szerintem jó visszajelzések vannak. Hát akinek más a véleménye, azt is elfogadom, mert hát természetesen el kell fogadni. Nyugodtan lehet tanulni, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy hát ő is mondja, hogy ő meg tudná ezt készíteni, ezt a tájat, ezt a portrét, nyugodtan lejöhet mellénk, adunk neki eszközt, és meg lehet csinálni, tehát segítünk neki. Tehát rosszindulatú megjegyzések nem nagyon jönnek elő, legalábbis a tudtunkkal, úgyhogy ez, én nagyon örülök ennek, hogy az én életemben ez egy érték meghatározó volt. Bár a szakmám nem ez, de nagyon szeretem. Ez két világ. A művészvilág és az a szakma, amit én követtem el életemben, azok nagyon, de nagyon lényegében az életemet azok határozták meg, mert ugye abból építettük a házat, a családot fölneveltük, meg mindent. Tehát a művészet az mellékként jött. Az egy, hogy szokták mondani, az ember elmegy egy bizonyos társaságba, van egy jó társasági társ, akivel lehet tud beszélgetni, és szinte önmagunkat adjuk egymásnak a jelenlétébe. Hát én ezeket vallom, úgyhogy ha lehet elfogadni ezt a... Az itt kiállított képek valamelyikét van-e esetleg lehetőség megvásárolniuk annak, akik komolyabban érdeklődnének valamelyik kép iránt? Igen, bármelyiket meg lehet a Erdélyi Csilla által bent telefonon, számon keresztül meg lehet vásárolni. Hát ezek a vásárlások, ezek sajnos a mai világban eléggé kicsit olyan gyengék, olyan értelemben, hogy pénztelennek az emberek. Szeretik, nagyon szeretnék ellátni, hogy a szobájuk falán lenne az a kép, de amikor az ember elmondja, hogy körülbelül hát mi az, amiért el lehetne adni, akkor egy kicsit úgy gondolkoznak, majd visszaszólok, tehát nehéz a mai művészetnek. Hát én mondjuk, én azért nevezem magam is művésznek, mert most már tényleg csak ennek élek, és a családnak természetesen, és a kertnek, mert ugye hát a kert. És az egészséget táplálom, mert ugye hetente járunk a közeli fürdőkbe, Majsára, Mórhalomra, Kistelekre, tehát megvan a kapcsolat az emberekkel, minden területen ezek volnának a részemről a meghatározó események. A mai meséinkben Móra Ferenc, a Furuja, valamint Méhes Bánhidi című történeteit hallgathatják meg a kicsik és nagyok, Molnár Éva hangulatos előadásában.
Móra Ferenc, a furuja. Tápió Szele ma sem valami nagy faluja Pest megyének, a szabadságharc idején pedig még kisebb volt. Nem a háza volt kevesebb, hanem a népe. Aki maga bíró ember volt, az beállt honvédnek. Az asszonyokon, a gyerekeken, az öregeken kívül senki sem maradt otthon. Bogárhátú házacskákban éltek. Annál nagyobb volt az ijegység, amikor egy reggel azzal szaladtak haza a kaszás gyerekek a mezőről, hogy jön az ellenség. A vezérüknek rettentő nagy szakálla van, úgy lobog a szélben, mint a zászló. Az asszonyok jajveszékelve tördelték a kezüket, bizonyára már a jajgatásuktól is eljed az ellenség. De az öreg bíró rájuk parancsolt. Nem űrge öntés lészen itt most asszonyok, hanem harc. Háború! Kiki vaslapátot, súlykot fogjon a kezébe, azzal köszöntse a kisajtóban a németet. Maga az öreg bíró is leakasztotta a szögről a kaszát, kegyetlen haraggal vagdosta vele az orgonabokrokat, mikor egyszer csak megharsant a trombita a falu végén. Utcumákos! Rikkantotta el magát a bíró, hiszen ezek a mieink. Nem németek voltak azok, hanem Damjanics vörös sapkásai. Lobogó szakálú vezérük maga Damjanics tábornok volt. Útban voltak Bicske felé, oda várták vacsorára az osztrákokat. Ugyan igyekeztek is, hogy le ne maradjanak a nagy dínom dánomról, ahol acérgombócokkal meg karddal muzsikálnak. Azaz, csak igyekeztek volna, ha szeleiek útjukat nem állják, de útjukat állták ám, tyúkkal, kaláccsal. A templom tér zöld pázsitján terítettek nekik, ott telepedett le maga a tábornok is. Fölfordított hordón, valami kőszentnek a lábánál. Ott fogadta a szeleieket, akik mindenféle ügyes, bajos dolgaikkal járultak most elé. A szelei bíró például arra kért engedelmet Damjanistól, hogy odaadhassa apai örökségét az osztráknak. Micsoda kenyelmednek az apai öröksége? Nézett nagyot Damjanics a különös kérés hallatá. Német Andrásnak hívnak, de én mától fogva Magyar András szeretnék lenni. Elnevette már magát ezen a furcsa ötleten Damjanics. Aztán rávicsorgott, körülnézett. Aztán odafordult egy öreg asszonyhoz, és megkérdezte, mi járatban van maga szülém? Az meg nem egyebet kívánt, csak hogy közelről megnézhetné, igaz-e az, hogy Damjanics köpenyét rostályukasztották már a golyók. Bíz igaz lelkem, mosolygott a tábornok, a poros kerek köpenyét szétterítette a földön, és csak ugyan több volt a lyuk, mint a posztó. Nem telt bele fél óra, vagyon tért a rossz köpönyek, teleszórták a szelei asszonyok nyakba való gyöngyökkel, ezüstfülbevalókkal, aranygyűrűkkel, kinek mi drágasága volt, mind oda adományozta. A hazának adjuk fegyverre, katonára, mondták a hangos asszonyok. Az öreg emberek ritkáságképpen tartogatott ezüst húszasaikat, a gyerekek akrajcáraikat dobták a köpenyre. Van már hadikincstárunk is, mosolygott a tábornok, és érezte, hogy könnybe lábad a szeme. És bizony, még sírni fakad a háború kellős közepén ez a hős, egyszer csak megnevetteti valami. Egy öreg vak koldus botorkál hozzája a templom sarka felől. Egyik kezében bot, avval tapogatta az utat. A szájában furuja, azt sikoltoztatta a másik kezével. Rongyos szürke sarkát egy lompos kutya ráncigálta, belekapaszkodva a fogával. Néni, az öreg csiha, be akar állni a vörös sapkásnak, mondogatták a falubeliek. A vakember szomorúan mosolygott, kivette a szájából a furuját, és előre nyújtotta kézzel, megállott Damjanics előtt. Szegény koldus vagyok, kezdte halk, fájdalmas hangon, mire a tábornok egy ezüst pénzt dobott a tenyerébe. Isten áldja meg Kendet. Az öreg csiha fakó arcája tűzbe borult, szétnyitotta a tenyerét, és az ujjai körül egy ezüstpénz csengve hullott vissza a köpenyre. De most már a koldus hangja úgy csengett, mint az ezüst. Nem alasmizsnáért jöttem, panaszkodott.
hanem azért szegénységem miatt nem panaszkodnék én. Semmit nem adhatok a hazámnak, de legalább a tábornok úrnak szeretnék valami emléket adni. Fogadja el tőlem a kutyámat, Gurúj kutyát. Emberek kacagtak. Gurúj kutya neve hallatára gyanakodva hegyezte a fülét, Damjanics maga is elmosolyodott már ezen. Jó ember, mit csinálna maga a kutyája nélkül? Én meg mit csinálnék a háborúban a kutyával? Ő a legnagyobb kincsem. Jó szívvel adtam volna. Egyebem sincs, motyogta zavarodottan Csiha. Kibotortkált az emberek közül. Gurúj kutya nem sértődött meg, hogy visszautasításra került, inkább örült neki. Víg csaholással ungrádozta körül a gazdáját. A tábornok pedig fölkelt, és körüljárta a pihenő hadat. Ahogy került, fordult egyet, megint megállt a vakkoldus előtt. Tábornok úr, mondja reszkető hangon, legalább a botomat fogadja el. Nagyon szép bot, farkas fej van rajta, az van faragva a végére. Azzal oda nyújtotta a farkas fejes botot, amit Damjanics szelíden elhárított magától. Nem fogadhatom el, jó öreg, mire támaszkodnék aztán, szegény világtalan? Nekem lesz mire támaszkodnom, amíg élek. A kardom. Rájutott a kardjára, karcsörgéssel vakember úgy megijedt, össze is rezzent. Pedig olyan szép farkas fej, érzem a kezemmel, milyen szép lehet. Botorkált odébb szomorúan. Hanem azért harmadszor is csak visszajött. Most már szinte sírva könyörgött Damjanicsnak. Tábornok úr, legalább a furujámat fogadja el. Valódi kőrisfa. Csontnyaka van neki. Vége. Egy kicsit meg van hasadva, de ha összeszorítja az ember, nagyon szépen szól. Abban a percben megdördült Bicske felül az ágyú. Damjanics kigyulladt arca pattant a lovára, a furuját siettében a dolmánya alá dugta, éppen a szíve fölé. És egy-két perc múlva már Bicske felé robogott a serege élén. A vak Csiha boldogságtól ragyogó arccal integetett utánuk. Adjon Isten neki szerencsét, a magyarok Istene adjon! Adott is. A bicskei csatában az ellenség első golyója Damjanics tábornokot találta el. A csaták hőse hátra zökkent a nyeregben. A másik percben már kirántott karddal vágtatott előre. Nincs baj, fiúk! Nyugtatta meg a sávat ifjakat. Csak megütött ez az ostoba golyó, de egyéb kárt nem csinálhatott. Megakadt valamiben. Egy óra múlva vége volt a bicskei csatának. Az rosszág fűbe harapott, elinalt, mint a nyúl. A vörös sapkások kergették őket a tábori tüzek világánál egy darabon. Maga Damjanics fáradta, heveredett le a tűz mellé. Ahogy könyököl, érzi, hogy valami töri az oldalát. Ugyan mi lehet ez, gondolta. Kíváncsian a dolmányába nyúlt. Hát a vak Csiha furujája volt. A csontnyaka ketté tört. Benne megakadt a golyó. Megmentette aznap a hadak oroszlányának életét. Móra Ferenc, méhes bánhidi. Én már csak híréből ismertem a nevezetes kiskun urat, de az ámbitusos háza az udvarára még bebekukucskáltam, mint futkározó utca gyerek. Ugyan a ház most is megvan, ma is méltóság teljesen áll a kiskunok földjén. 49-ben nagy ijedelmet keltettek ebben a házban, hajnaljú hírei. No, nem Bánhidi Gergely uramat ijesztette meg, hanem a feleségét, az öreg nagyságos asszonyt. Nevezetes urat már csak azért se ijeszgette meg a hír, mert nem hallotta. Nagyot hallott mind a két fülére. Amúgy se forgolódott már akkoriban a világban. Kivetette belőle részét már réges-régen. Még a háborúban. Háborúban vitézkedett valaha. De az már olyan nagyon régen volt, hogy még a győri szaladáskor, amikor Napóleon előtt az utolsó vizsgát is tette, a nemesi inszurekció. Mindegy az, sóhajtott magában a nagyasszony. Mégiscsak baj lesz abból, ha háborúszagot érez az én apókám. Előkeresi a padlásról a kardját, és le se teszi addig, míg Hajnaut meg nem döfi vele. Ahogy ezt így elgondolta magában,
egyszer csak zörgetnek a kapun. 10-12 félegyházi siheder legényke, csupa úri nemből való, tarjányi, mórácok, harmosok, makárok, mind iszonyúan fölfegyverkezve. Ki a rossz karabéllyal, ki egyenesre vert kaszával? Azt hallották, hogy Hajnaú már bevonult Kecskemétre. Hát ők meg azt akarják állítani, a pákánál meg akarják őket védeni. Kívánságukra az, hogy az öreg Gergely Gálcsi vezesse őket a hadba, mint katona viselt ember. Vén sastól tanulnak az ifjak. Na, repülni én is tanítatlak benneteket, ebadta kölykei? Csattant föl a nagyságos asszony. Közéig rohant a lekvárkeverő kanárral, de elisztereltek úgy ezek az ifjak, hogy meg sem álltak pákáig. Már akkor is inkább csak Hajnaúval szállna szembe, mint Bánhidi Gergely sárkányával. A nagyasszony pedig, ahogy egy kicsit kifújta a mérgét, lesélt át a kertbe az öreg úrhoz. Olyan édesen szunyókált a lócán a nagy diófa alatt, hogy szinte sajnálta fölkelteni. Apukám, kiabált a fülébe, tenyeréből csinált tölcséren keresztül. Baj van. Mi baj van? Riadt föl az öreg úr. Marokra fogta a lóca végéhez, támasztott részfokosát. Az beszélik az a kutya Hajnaú, itt én fereg a környéken. Itt? Ugyan mit keres itt? Nyílt kerekre Gerger új ráncos arca. A szemei alig látszottak. Rosszat sejtek, apókám, mondta ártatlan lavassággal az asszony. Attól félek, hogy a méhesemet akarják megdézsmálni ezek a latorvasas németek, a kis tanyán. Bizonyosan a fülébe jutott valahogy, hogy annak a Hajnaúnak, hogy nincs több olyan édes méz a világon, mint a miénk. Ennyi, tűnődött az apó. Hát aztán mit tehetünk most már? Én bizony a legjobbnak azt gondolnám, ha kell meg, odakint hetelne. Tudom, hogy a betyár Hajnaú akkor nem merne oda szemtelenkedni. Ez csak ugyan jobb lesz, győzte meg az öreg úr az igazságában. Noha odahozná az ördög, akkor is megtanítom én, hogy hány a 8 óra. Csak a kardomat is hozzátok le a padlásról. Ördögöt már, no, intette le szigorúan az asszony. Hát nem tudja már, hogy réges-régen odaadta a dohányvágónak? Hát azt csináltatod belőle. Ne ilyen gyerekségre törje már a fejét, hanem inkább arra gondolja, hogy rajzás ideje van, és jó résen kell ám lenni. Ha a rajt elszaladja, a szemem elé ne kerüljön többet. Pedig nem is törődött, a jólélek se rajjal, se mézzel, csak hogy Gergely apót el akarta rejteni a hadiraj elől. A galambosi tanyára ki nem hallatszik már a hír, meg nem is visz oda semmiféle, még a madár se jár arra. Hát hiszen az nem is vitt, hanem vitte a föld. Harmadnap éppen a raj csalogatta Gergely apó tejjel bepermetezett kasba, mikor egyszerre csak reszketni kezdett a lába alatt a föld. A fene teremtette, hiszen ez ágyú dörgés, forgatta a fejét a néhai kapitány. Körülnézett a fokosa körül. Ott feküdt a hárságyon az öreg úr, nem nyúlhatott érte, ha most leteszi a kast, ahány méhecske van, benne az annyi fele fog repülni széna szét a világba. Akkor pedig ő nem kerülhet többé az asszony szem elé. De hát aki egyszer Napóleonnál hadakozott, annak csak bizsereg a lába, ha ágyúszót érez. Legalább látni szerette volna Gergely apó, neki lódult is gyorsan a kecskeméti útnak. De nagy hamar belassúdott, mert nagyon zsibogtak a mékasban a méhecskék. Mintha csak mindaz zsibogták volna, ha a rajt eleresztik el, mert a szemem elé ne kerüljön. Egy jó fél órányit bírt csak ballagni, a nagy por keveredett az ország úton. Nini, tá Hajnaú, húzódott félre az árokba Gergely apó a méhes rajjal. Hát nem Hajnaú volt az, csak a szele. 6 vasas német fogta körül a lekonyult orrú kiskun legényeket, hajtotta őket fütyörészve.
Valami plégaréros tiszt patallérozott ott előttük, aki levetette magát, amikor a méhes öregembert meglátta az árokparton. Hátra is fordult a bajtársaihoz, mondott is nekik valamit, amire azok elnevették magukat. Báhidi Gergely nem hallotta, hogy mit mondott a német. Ha hallotta volna, se lett volna okosabb, mert egy szót nem értett ebből a madárnyelvből. De azt megértette, hogy ő rajta mulatnak. Ettől aztán egyszerre lángot vetett a képe, kiugrott az árokból, és elkáromkodta magát. Az erre arra járt ennek a krumplis nudlis hízott keresztapátoknak. Hát hogy mertek ti engem kinevetni? Azzal úgy vágta a mékast a plénnyakú fejéhez, hogy az alul egyszerre kiszaladt a föld. A német először az arcához kapott. Mire a kardjához kapott volna, akkora már az öreg báhideg komandírozott. Csülökre, gyerek! Ordította a kiskunlegényekre. A gyerekek követték a jó példát, hirtelen kavarodásban rávetették magukat a vasasokra. Elkapták a fegyverüket, összevagdosták mind a hatot, mindjárt el is kaparták őket a buckák alá. No, most már segítsetek összefogni a méheimet, vezényelte aztán Gergely apu őket. De hát azoknak beszélhetett. Vára kapták az öreget és vitték haza diadallal, hogy fölébredtek rá álmában még a nagy utcán is. A fél város odagyűlt Báhidi kúria elé, verték a nagy kaput szörnyű lármával. Mire azonban megnyílt a kapu, kilépett a ház úrnője a nagy lekvárkavaró kanállal. Akkorra a nemzetes úrnak bizony nyoma veszett. Meglépett az öreg, hogy a legények válláról leszabadult. Halára rémült a nagyasszonytól, csak mosolygott, és elmondták neki, Báhidi Gergely, uram, vitézkedésének történetét. Fogjatok hamar, gyerünk ki a tanyára! Szép piros hajnalon ért a nagyasszony a szép piros hajnalban. Gergely úgy csak ugyan ott szunyókált a méhesben. Ijedte rezzent föl, amikor a vendégeket meglátta. Ennye! Mortyogta zavarodotta. Már éppen befogtam volna a rajt. Épp csak a királynő hibázott, mikor fölébresztettek. És Gergely apó, de úgy meg volt ijedve, hogy a nagyasszony sehogy se tudott haragos képet vágni rá. Nevetve veregette meg az öreg hős piros arcát. Majd otthon számolunk, apókám. Otthon ne? Mire hazaértek, annyi volt nekik a hordóban, a csöbörben, a vödőben a méz, hogy alig tudtak tőle beférni. A tarjániak, a mócányok, a harmosok, a makárok, minden méhe a báhidiéknak termette a mézet azon a nyáron. A nagyasszonynak nem volt miért számon kérni a nemzetes úrtól az elszaladott méhes rajt. A Napsugár otthon lakói számára dr. Elekes Attila háziorvos tartott egy részletes előadást a magas vérnyomás tudnivalóival kapcsolatban. Az elhangzottakból a jelenlévők többek között megtudhatták, milyen értékeknél beszéltünk magas vérnyomásról, mik lehetnek a kiváltókok, illetve mik a lehetséges kezelési módok. A Kisteleki Napsugár otthon lakói ma egy átfogó előadást hallhattak a magas vérnyomásról. Na de kezdjük az elején, mi is az a magas vérnyomás? A magas vérnyomás igazából az érpályában lévő uralkodó vérnek a nyomása, ami tághatározat között ingadozik. A magas vérnyomásról akkor beszélünk, hogyha ez az érték tartósan 140/90 higany milliméter felett van, és ezt többször tapasztaljuk többszöri mérés során. Ez általánosságban igaz, nyilván ettől vannak eltérések is, de most beszélhetünk erről 140/90-es értékről. Nyilván ugye el is hangzott, hogy számos oka lehet a magas vérnyomásnak, de általában mik a legjellemzőbb kiváltó okok? A magas vérnyomás betegségnek nagyon elenyésző százalékban van igazi oka, olyan oka, amelyet kezelhetünk is, és ezután megszűnik a magas vérnyomás betegség. Ezek elsősorban hormonális okok, vesebetegség, egyéb olyan genetikai betegségek lehetnek, amelyek viszonylag ritkák. Az esetek nagy százalékában nem tudjuk pontosan, mi a magas vérnyomás oka, ezért nevezzük ezt primer vagy eszenciális magas vérnyomásnak. Hogyan lehet kezelni a magas vérnyomást, mit tehetnek a betegek?
Hát először is törekedni kell arra, minél később legyünk magas vérnyomásosok idézőjelben, tehát a megelőzésre fektetnénk elsősorban a hangsúlyt, de a magas vérnyomás betegségnek vannak családi halmozódásai, genetikai okai, életmódbeli okai, amelyeken változtatva nyilván sokat tudunk tenni azért, hogy ne legyen magas vérnyomás betegségünk, és hát nem szabad elfelejteni a gyógyszeres terápiát is, de nem csak a gyógyszeres kezelés a magas vérnyomás kezelésének a pillére. Ugye esett szó az esetleges életmódváltásról is, ez mit foglal magába egész pontosan? Életmódváltás kapcsán mindig arról beszélünk, hogy mindig azt arra gondolunk, hogy a rendszeres testmozgás a túlsúlynak az elkerülése, az elhízás megelőzése, a dohányzásról való leszokása, valaki dohányzik, az ilyen káros szenvedélyeknek az elhagyása, ezek elsősorban, amik ilyenkor szóba jönnek, és hát egy tudatosabb életmód, ami feltétlenül megkíván ez a betegség, mert innentől kezdve, mint az előadásban is említettem, élete végéig magas vérnyomásos lesz az a beteg, és ezzel tudatosan együtt kell élni. A magas vérnyomás mellett volt szó az alacsony vérnyomásról is, hogyha úgymond lehet így különbséget tenni, akkor melyik jelenti a nagyobb veszélyt a kettő közül, és miért? Az alacsony vérnyomásnak is vannak nyilván veszélyei, mert alacsony vérnyomás esetén is bizonyos szerveink esetleg nem kapnak annyi vérellátást, amennyi a működésükhöz kell. Ez akkor jelentett problémát, ha valakinek magas, előtte igen magas vagy magas vérnyomása volt, és hirtelen leesik a vérnyomása, de önmagában egy alacsony vérnyomásérték, pláne fiatalabb korban nem jelent semmilyen fajta rizikót, jelenlegi tudásunk szerint. Különböző klinikai tanulmányok viszont bizonyították, hogy a magas vérnyomás betegség a kardiovaszkuláris halálozás szempontjából igen jelentős rizikófaktor. Tehát ez azt jelenti, hogy akinek magas vérnyomás betegsége van, nagyobb eséllyel lesz olyan betegsége, ami a szív-érrendszer összefüggésbe hozható. Ön, mint orvos, személy szerint mit tanácsolna azoknak a betegeknek, akik magas vérnyomással küzdenek? Hát először is, hogy tartsák be a kezelési utasításokat. Nagyon fontos a rendszeres orvosi vagy házi orvosi ellenőrzés. Nem szabad abba hagyni a gyógyszeres kezelést, annak ellenére sem, hogyha valakinek tartósan jó a vérnyomása, és az életmód változtatás, az életmódnak az olyan formán alakítása, amely gyakorlatilag a szövődmények elkerülését eredményezi, ez is egy fontos tényező. Most következő riportfilmünkben Korom Pál baksi citara készítő mesterrel készített beszélgetésünket tekinthetik meg, melyben többek között a citarához fűződő alkotói szenvedélyéről és a hangszerhez köthető élményeiről tudhatunk meg többet. Az első kérdésem az lenne, Pali bácsihoz, hogy honnan a szerelem a citarához? Mikor hallott először citara szót, vagy mi volt az első pillanat, amikor... Ezt még gyerekkoromban hallottam először citara hangot, úgyhogy... Szomszédunkban volt egy nagyon jó citerás, Borsos Pista bácsi, de az elveszett a háborúból is, hogy az aztán nem tudta folytatni. De én meg rátettem a kezem, hogy így mondjam, a sógorom citerájára, mert annak volt egy hát olyan régi fajta, régi módiasan egy fábú kifaragott citerája. Nyárfábú volt kifaragva. Az, hogy a sógorom is bevonult katonának, itthon maradt a citera, így én vettem kezelésbe gyerekfejjel, 9 éves voltam, és azon tanulgattam. És emlékszik-e Pali bácsi az első nótára?
Hát, amit penget. Ezt nem tudom, nem tudom. Nagyon régen volt, ez már erre nem emlékszik, melyik volt. Amiket gyerekkorunkban tudtunk tanulni, vagy énekelni. Hát az én apámtól sokat tanultunk éneket, mert ugye akkor, hogy úgy mondjam, hogy nem volt tévé, nem volt villany a faluba, 52-ben lőtt villany. És akkor a fűtés is nem így ment, kemence volt a házba, körültük a kemencét, azt az én apám, hogy nagyon szeretett énekelni. Akkor az szépen kérdezte, mert ezt tudjátok-e, na azt tudjátok-e. Azt akkor tanította velünk a nótákat, azt ilyen nótákból, hát sokra emlékszök, de hát, hogy mik voltak az elsők, ezt nem tudom, de utána majd volt egy barátom, aki nem messze lakott hozzánk, két ház volt köztünk. Annak az anyjának is volt citerája, ez a kollégám, ez egy éve volt fiatalabb, mint én. És az anyjának volt citerája, azt akkor arra is rákaptunk, hogy akkor nézzük, ha elmentünk le hozzájuk, vagy elmentem, akkor Mari néni ide adta a citerát, aztán neszek, aztán csináltak, ő közben csinálta a dolgát, főzött, vagy akármit, azt beleszólt, hogyha nem jó helyre nyújtunk, úgyhogy az tanítgatott bennünket úgy majd, hogy nem távirányítása. De sokat tanultunk azért tőle a tisztaságról. Hát aztán sokáig szünetőtünk a citerálással, mert nekem nem volt citerám, mert a sógorom elég soká, igaz, 48-ban jött haza, fogságból. Aztán ugye neki köllött, aztán meg volt egy unokaöccse, odaadta annak, az közelebb állt hozzá. Azt, annak odaadta azt a citerát, azt én, nekem nem volt aztán citerám, csak úgy volt, ha másik valaki évvel citeráltam. De azért én nem felejtettem, inkább mindig tanultam. És akkor Pali bácsinak az apukája is tudott citerázni, ugye? Hát az nem. Nem. Nem volt a családban más citerás. Családban nem? Nem. Én tanultam csak meg citerálni. Hát négyen voltunk fiúk, testvérek, de nem tanult meg egyik se. Én tanultam meg. Csak az én apám szeretett énekelni, danolgatni a lakodalmakba, vagy disznótoros vacsoránál. Szeretett danolni, aztán így sokat tanultunk tőle. Hát, de különben ő nem játszott hangszeren. Földműves ember volt, ő neki el volt foglalva mással, ugye. Én is aztán, mikor itt megalakult az együttes, aztán lett citerám, 72-ben alakult meg Bakson a citera együttes, és akkor ajánlotta nekem Gyuris Sanyi, szegedi embert, aki csinál nekem citerát, csak menjek be hozzá. Különben is Szegeden dolgoztam akkor, mint kubikus, mert nekem is csak az volt a szakmám. Tanult szakmám később lett sertéstenyésztő, de kubikovlást folytattam mindig. Azt akkor elmentem ahol a Horváth Gyuri bácsi, úgy hívták, a dom mellett, ott lakott egy pincelakásba, és megegyeztünk, megcsinálja, ha már itt dolgozok Szegeden, akkor menjek be hozzá, amikor csak van időm, azt nézem meg, hogy csinálja. És én bementem hozzá egy néhányszor, mire elkészült, meg közel dolgoztunk hozzá, mert ott a dom mellett, még meg a hétfőnél ott dolgoztunk sokáig, ott a múzeum környékén. Aztán elestem tőle a szakmát. Nem mondtam neki, de sok jót mondott, sokat magyarázott róla, hogy kell illeszteni, mind kell. Én pedig tényleg nem kérdeztem tőle, csak én titokban úgy készültem, hogy én úgy is csinálok. Azt akkor volt. Mikor 76-ban csináltam, 72-től gyűjtöttem már az anyagot. Mert azt mondta, hogy nagyon jó, száraz anyag kell neki. Főleg gyümölcsfa. Azt én a cseresznyefát, aztat gyűjtöttem, és nagy részt abból is csináltam. Egy-kettő volt megyfából, cseresznyéből dolgoztam legtöbbször. És az első citerámon játszik az idősebb fiam, még most is.
másik is van neki, de az, az annyira jóhangú prím citér előtt, hogy az, az megcsodálták a hangját neki, Lajos Misén is sok szó, hogy, hogy mibi van ez, hogy ilyen hangja van, hatalmas jó hangú. Cseresznyefából készült? Igen, az is cseresznyefából, meg vörösfenyőbű. Aztán se tanáltam vörösfenyőt, sose. Vörösfenyő, annak van olyan nagyon élénk jó hangja, hogy nagyon csodálkoztak rajta, hogy egy ilyen kis hangszer, mert csak két oldal fejes kis prim citera, és nagyon hatalmas jó hangja van neki. Hát azóta aztán gyűjt így sorba, hogy ide mentünk, oda mentünk citerálni, meg minősítőre mentünk, meg voltunk a Dolozsmai Szélmalomnál, ott is ilyen ünnepség volt, aztán Sanyinak ismerősei voltak a Orvostudományi Egyetemnek a zenekara, azok is ott voltak. Ez a horvát Gyuri bácsi is azok közt játszott, aki csinálta a citerát. De akkor már nem játszott köztük, és akkor Sanyinak mondták, hogy nem tudná valakit ajánlani, hogy csinálna nekünk citerát. Nem nekik küldött volna, hanem Seregélyesre. Onnan kaptak levelet ismerős, ismerettség útján, hogy valamilyen formában nekik citerát csináljanak, vagy csináltassanak. Aztán a levelet átadta, Sanyi oda szólított engem, hogy menjek már oda, akkor mert szükség lesz rám. Aztán elmondta, hogy hát miről van szó. Citerát kéne csinálni, hogy elvállalnám, még azelőtt nem csináltam így rendelésre. Csak a családnak. Ez volt az első ilyen fölkérés, ilyen hogy... fölkérés, ez volt az első. Azt akkor a Sanyi ismerősei átadták neki a levelet, meg hát úgy már kettőnkkel beszéltek aztán, hogy akkor vállaljam, azt írjunk nekik levelet, azt Sanyi fogalmazta meg, aztán végül is a levelet, azt az én nevembe előtt küldve, egy jött a válasz, hogy ennyi köl, és körülbelül ekkora, ha tudom megcsinálni, akkor csináljam meg. És ekkor készítettem legelőször így megrendelésre. Aztán, hát hogy mondjam, nem mondhatom, hogy nyakló nélkül, de sokat kaptam. Nem tudom, hogy mennyi rendelést, mennyit csináltam, sokat csináltam. Legutóbbi találkozásunk azt mondta Pali bácsi, hogy több mint 100 citerát készített, hát ha így jó utána számol. Inkább közelebb van a 200 font, mint a 100 font. Csak egy falut említsek, nem is messze van ide, 30 kilométer, Forráskút. Ott 62 van. Oda 62-t készítettem. Ezt megjegyeztem, mert nem tudom miért, de ezt megjegyeztem. Még 10-et is vittek egyszerre. Röndölték egyszerre a 10-et, és gyűjtek érte is vitték. Azt elmesélném, Pali bácsi, amikor Forráskútról jöttek a gyerekek a szülőkkel a citerákért, hogy a tanár bácsi hogy na lepte igen meg őket. Ez egy nagyon kedves, szép hát történet. Volt ott egy nagyon kedves tanár. Azt közvetítette a szülőknek, hogy ki csinál ki, hogy mint, és akkor rendőrtek. De azelőtt már többször is rendőrtek, 2-t, 3-at, 1-et, 2-t, mikor mennyit, de akkor 10-et rendőrtek egyszerre. És a tanár megszervezte, hogy együnnek együtt érte a gyerekökkel. Meg szülők is gyűjtek, nem tudom, 3-4 kocsival gyűjtek, meg a 10 gyerek. És akkor itten a konyha mellett lugasszöllő volt így sátorba föleresztve, mert a tanár megkért, hogy valamilyen meglepetést csináljak a gyerekeknek. És két hosszú asztalra ráraktam a 10 citerát, a szépen fehér lepedővel letakartam őket. Mikor megjöttek, nem is mentünk be, mert jó idő volt, ott a szöllő alatt ott voltak elkészítve. Aztán a szülők leültek, meg álltak, a gyerekek meg ugye kíváncsiak voltak, mert nem láttak citerát. Aztán közben itthon volt Péter is, az idősebb fiam. Aztán majd rákerült a sor a citerára, hogy hát akkor hát kérjétek Pali bácsit, a citerát mondja nekik a tanár, mert hát ő csinálta, hát ő nekik jó, hogy előadja. Hát aztán mondom Petnek, akkor fogjuk meg egyiket, te másikat, én a lepedőt, levettük róla, itt van a 10 citera.
Csak mögálltak, néztek a gyerekek, hogy 10 titera szépen sorba, egyforma printiterák voltak mind. És na, Peti meg biztatta őket, hogy akkor álljatok oda, választhatok magatoknak egy-egyet, aztán mutassátok meg, hogy tudtak-e már van. Hát volt, aki már tudott, de volt, aki azt mondta, ő még ezt el fog tanulni. A tanár tanította őket. Aztán majd Peti is bemutatta nekik, hogy majd, ha így tudjátok már csinálni, akkor már nagyon jó citeráltok. Azt akkor Peti elkezdett az első citerán egy nótát, és a tizedikön fejezte be az egy nótát. Egy nótával végigment a 10 citerán. Csak hallgatták, meg nézték a szülők is, hát még ilyet nem is láttak. Egy nótát 10 citerán játszott le. Peti nagyon is, nagyon tud most is azt merem mondani, hogy jobban, mint én. Hát sok helyen is citerált, már főiskolás korában is Vásárhelyen, ott is volt nekik zenekaruk, a Vállattenyésztő főiskolá. És hát ő nagyon sok emberrel játszott, és az úgy lehet sokat tanulni, ha sokkal játszik. Én így tudom, de úgy is van, mert én is tapasztaltam. Sanyi itten nagyon, nagyon összetartott bennünket, nagyon jó citerált. Petit különösen nagyon kedvelte, Sanyi. És volt, amikor, na Peti, most ketten játszunk, ott nem lett, mi mind a ketten primcitéján játszottak, nem lehetett elkülönböztetni, hogy egy játszik, vagy kettő. Annyira tudtak egyformán játszani. És ez itt Bakson volt, a Baksi citera zenekarnál. Bakson itt a citera zenekar, mikor volt. Már Sanyi vezetett bennünket, nem tudom, 16 vagy 18 évig. És mikor alakult itt Bakson a citera zenekar, Pali bácsi? 72-be. És alapító tag volt Pali bácsi is, úgy hív? Én is alapító tag voltam. Két Mónár János volt még alapító tag, meg a Tábit Pali bácsi. Így te tudod, nem messze laknak hozzá, az idős Pali bácsi. Az is alapító tag volt. Hát, ja, még a Kovács Jani bácsi a majorbú. Akkor Kovács Pista, az is arra bent lakik a Fő utcán. Voltunk egy néhány. Mennyien voltak? Hát, kezdtük mink azt hiszem 6-an vagy 7-en. De hát aztán úgy kiszorultunk. Aki belátta azt, hogy ő csak gyönge. Nagyon szép sikereket értek el a Baksi citera zenekarra. Igen, arról egy kicsit meséljem, Pali bácsi. 72-ben alakultunk, és 75-ben már kint voltunk Lengyelországban, ilyen népzenei fesztiválon. Megjegyzem még azt, hogy akkor már volt egy Budapestről járt le egy zenetanár, aki még külön foglalkozott, Sanyi mellett még az foglalkozott velünk, Abai Tomásnak hívták. Zeneakadémián tanított Pesten, és nem tudom, hogy honnan megtudta, hogy Ópusztaszeren van egy énekcsapat, a TSZ-en belül alapítottak, és akkor mink azokkal együtt citeráltunk, de ő nem tudta, hogy citerások is vannak, aztán majd minket is főkarolt, csak úgy, hogy ide járt külön a citerásokon, és sokat tanultunk tőle, úgyhogy 75-ben Lengyelországba elvitt már bennünket erre a népzenei fesztiválra, és arra elismerésben részesültünk már 3 év után, 72-ben alakultunk, 75-ben már arra elismerésben részesültünk. Hát aztán elég sokáig csináltuk, mondom, de valahogy aztán, hogy Sanyi nem tudott már gyűnni, mert ugye csak kis telekről kijárni neki is nagy szap alatt volna. Aztán azt mondta, hát ha bejárunk, akkor tovább vezet bennünket, de ha nem tudunk, akkor ő nem tud kigyűnni tovább. De különben azt mondta, itt van Peti, fiatalember majd vezeti a csapatot. Pali bácsinak a fia. Az én fiam, igen. És ezt meg nem fogadták el a két idősebb ember. Nem akarták, hogy
hogy úgy legyen, ahogy Peti mondja, pedig Peti már azelőtt is már több csoportban is játszott, hát többet játszott, úgy mondom, hogy Hódmezővásárhelyen egy áfés zenekarban játszott, nagy zenekar volt, és meg a főiskolán az a másik zenekar volt, és ő tudta volna vezetni az itteni csapatot is. Épp úgy, mint Vásárhelyen aztán, mikor ugye nem tudták elfogadni itt a két Maunár János, így mondom, ahogy van. Aztán azt mondta Peti nekem, hogy édesapa, én nem csinálom. És utána Vásárhelyre sikerült Pali bácsinak, és ugye meg a fiának is. Aztán Vásárhelyre Peti ott játszott, mondom, más zenekarokban is, de aztán meg már ugye itt feloszlott olyan értelemben, hogy Fétek aztán hagytám, majd én akarok vezető lenni, pedig semmi szándékom nem volt, aztán engem is ki se lejtöztek. A 80-es években volt? Inkább 90-92, így valahogy volt. Na mindegy, egy néhány évet aztán szünetőtünk, én nem mentem, ők csinálták, de én nem mentem, mert úgy éreztem, hogy ha akkor nem voltam rám szükség, akkor aztán ne legyen. Jött egyszer a fiam Péter, hogy mennének Erdélybe, de kevesen vannak. Hogy menjek ki én is, de úgy, hogy anyuka is gyűjjön. Azt akkor elmentünk velük Erdélybe. Kalota Szent Királyra, ott szerepeltünk. Aztán még nem a csapattal mentünk, hanem Petivel, kocsival mentünk, azért, mert Peti ezt már úgy tervezte, hogy ha mink menjünk, akkor már nem csak a csapattal, hogy ott, amik a csapat végez, gyűvünk haza, hanem ott maradunk még három napot, aztán szétnézünk Erdélyben, mert ő már azelőtt volt többször. Aztán még három napot utána kint voltunk. Ez volt 97-ben, 98-ban újra voltunk Erdélyben, akkor meg Kiskapuson szerepeltünk, de akkor is így mentünk, hogy mink három nappal megtoltuk, mert akkor is jött a feleségem is. Az három nappal meg én megtoltuk az erdélyi létünket. Pali bácsit fölfelé nézünk a szekrény tetejére, igen, és gyönyörű szép munkákat látunk. Egy hát, pár szóba ezeket a remek műveket mutassa be nekünk. Hát, ez is egy primcitér, ez már egy kicsit cifrázva van. Ez is ez, milyen fából készül? Fábú van, és fenyőbű. Ezek a kemény részek, ezek megyfábú vannak. Az első fej is, meg ezek is megyfábú vannak. A többi része, meg a hátulja is természetes, ami kemény rész, az mind megyfábú, ezek abból készültek. 77-ben készült, ez 77-ben készült. Ez a cipera. Van fiatalabb is, akit később csináltam, ez már 2004-ben készült. Azt hiszem, vagy azt még nem mondtam, hogy ez azért lett medvefejes, mert a Eszter unokám azt kérte, hogy mert a Tamarának csináltam a csikófejeset, és azt mondta Eszter, hogy Tata, nekem maci fejeset készít. Itt vannak rajta a medvefejek. És azért lett maci fejes, medvefejes. Ez cserösznyefábú van. Ide bele is van, látom, készítette Korompál, Baks 2004. Mindegyikbe benne van. Hát csináltam milyen díszösebb faragásút is, hát mondjuk azok is elég díszösek, de ez ilyen botos díszítése van csinálva. De ezek saját ötlet szerint, olyan, vagy hát, látott ilyen hasonlók? Ilyet nem láttam. Olyat láttam, hogy botos díszítés, de esztergátfával. Tehát kerek, mint a nyújtófa. Én nekem az nem tetszett, van nekem is esztergám, de én nem szerettem, nem is használtam, mert én inkább faragtam késre. Ez abban van faragva, késre. Meg akar szólani ez a citera? Én nem tudom, hogy miért. Szöbbnek láttam ezt, mint az egyszerű kerekfát. Én ezt szöbbnek láttam. Ez koptató rész rajta, ez a barna, ez olyan bútorszínnek is mondják, ilyen vékony rétegű diófa.
diófa. Az gyönyörű. Már mindegyik ezek, gyönyörű, de az valami ezek azok, amik különleges. Nem cseresznyefágú és nem gyümölcsfágú vannak. Ezek pácolva vannak. Ez ilyen főzött platánfa. Platánfábú vannak a kemény részek ezek, meg a hátulja is. Erről a pácolásról mesélne egy picit, Pali bácsi. A pácolás. Igen. Hogy képzeljük ezt el? Hát úgy, hogy az a por alapú, akár milyen szín, ez cseresznye színben van. Ezt vízbe, egyszerűen vízbe be kell áztatni, és a száraz fát szépen beitatni vele. És az védi a fát, pászolja. Láttam csikófejeset, az úgy volt ragasztva rá a fej. De ez egyből, egy tömbből van, ugye? Ez egy. A három fej is egy fábú van. Ezek külön vannak mindegyik faragban. És Pali bácsi ezeket zsűriztette is, ugye? Jól tudom? Igen, zsűriztetve van minden citerám. Már akiket így mondjuk elvittek, mondjuk ha eladtam, vagy igen, megrendelésre csináltam, azt mindegyiket nem zsűriztettem, mert ha egy ilyet rézsűriztek, akár százat is csinálhattam, azt eladhattam, mert zsűrizett. De csak akkor, hogyha már zsűrizett volt, utána lehetett tovább adni? Ez olyan dolog, hogy el lehetett adni, ha nem volt zsűrizve is. De a lényeg az volt, hogy ugye a népművészet mestere elnyeléséhez zsűriztetni kellett. És én nem jutottam odáig, hogy ezt megkapjam, mert feloszlatták a Dél-Alföldi Népművészeti Egyesületet. Hát az is probléma volt részemről, hogy először 15-öt kellett volna, hogy elkészítsünk, vagy zsűriztessek, zsűriszámot kapjon, és utána ezt megemelték a 35-re. Én azt hiszem 20 vagy 22 van nekem zsűrizve. És azt hiszem elmondtam neked, hogy mikor a csikófeje, a medvefejeset zsűrizték, azt nem voltam vele megelégedve, akkor azt mondtam a zsűrielnöknek, hogy mert azt mondta, hogy na jó, majd jövőre, vagy legközelebb, azt mondja, majd ásat. Mondom, nekem már legközelebb nem kell zsűrizni. Azt én azóta nem vittem zsűrizni. Nem ilyen dacos voltam én is, hát most mit csináljuk? Hát Gyuri Sanyinak készült ilyen csak. Ilyen oldal díszítés, az oldalfejek így voltak díszítve, itt elő pedig egy medvefej. Majd a fényképen megmutatom, egy medvefej. Sanyinak volt háromat csináltam. Először egyet kért, de úgy, hogy nekem ide hozott egy 100 éves citerát, hogy alig lehetett kinézni, hogy milyen. És az volt medvefejes, hogy Pali bácsi, te ezt meg tudod csinálni medvefejesre, újat, nem eztet, hogy egy ilyet, újat csináljál nekem medvefejesre. Hát Sanyi, mondom, hát medvefejes, hát hogy faragja még? Még nem faragtam sosem. De aztán mégis sikerült, hát itt a fényképen majd meg lehet nézni. Aztán még rendőrt kettőt a két lányának. Sanyi is azt akkor, amit én nálam először megröndölt, az, ja, még a tetején is vannak ilyen díszítések. Azt ő azért röndölte, hogy Németországba vitte ajándékba. Úgyhogy vannak citerájaim külföldön is. Németországba az, amit Sanyi vitt ki ajándékba, aztán a lánya kivitte a másikat, mert ők ott ének. Aztán egyet Angliába a Abai Tamásnak ajándékoztam, már úgy, hogy a Baksi együttes, de én csináltam azt is. Igen. És az is Angliába vitte, mert az kettős állampolgársággal ért, magyar és angol állampolgár. És a 2000-ben a mesterség ünnepén ugyancsak vett tőlem egy angliai zeneművészeti főiskolás lány. Az vett tőlem egyet, aki szintén Angliába elvitte. Meg egyet, azt pedig vásárhelyi
egyik énekes asszonyunk által került New Yorkba, Amerikába. Úgyhogy a lánya kintét, azt a lánya kérte, hogy csináltasson egy citerát a férjének, neki a férjének. Mert a zenész, és ő meg akarja lepni egy citerába, azt így én készítettem oda is egy citerát, New Yorkban van. Úgyhogy vannak külföldön is citerám. Az országban, hát nem tudom, hogy szinte mindenütt az ország részén. Győrtű, Debrecenig, mindenütt, mindenfele. Karcagon, Győr mellett kívül valami kis faluba, oda is vittek tőlem. Úgyhogy nem tudom, hogy hányat csináltam, de közelebb van 200 fal, mint a 100. A faanyag az úgy néz ki, hogy először rönk formájában van. Akkor én durván kivágattam szallagfűrésze, hogy nekem a méretet adja, hogy a 9 centi vagy 8,5 centisre szabadtam, meg 6 centi magasra. Vannak formák is, amik aztán, hogy ne kelljen mindig rajzolgatni, azt csak ezt oda tettem, azt körül rajzoltam, azt kés. Vagy ezt például, ezt a faragást, azt már úgy kopíroztam át. Hát egyszer elég volt egy papírral lerajzolni, és aztán úgy kopíroztam, hát rá a fára. Azt úgy véstem ki, mert úgy vannak kivésve mind. Hát a fát azt úgy durvára úgy vágattam ki, hogy én abból ki tudjam venni az oldalfejet, mert azt a keskenyebbre vágtam, ami hátuljának köllött, azt megint másképp vágattam, hogy kiadjon két hátulját, hogy minél többet kiadjon. Tehát úgy forgattam, hogy kettőt adjam. Úgy vágattam. Meg az első fejeket, ugye azt meg úgy, hogy 6 centi magas, 8 centi széles, vagy 9 centi széles, inkább 9, mert 8-ra van csinálva, meg 7,5 a fejszélesség. És így készítettem el, hogy azt én már tudtam, hogy aztán milyenre kell rárajzolni, melyik formát kell rátenni, azt kirajzoltam, aztán kézi fűrészsel, nem volt gépi fűrészem, én kézi fűrészsel csináltam. Meg a faragások is késre. Ott tartunk, hogy ugye megvannak a lapok, ki van fűrészelve méretre, és utána mi a következő? Hát utána az a következő, hogy hát a lapok, a fenyő rész, azt meg úgy csináltam már utóbb. Először én gyalultam kézi gyalúval. Aztán Petinek Vásárhelyen volt egy ismerőse, asztalos, a család, úgy mondom, mert a apa is, fia is, meg dolgoztak többen a műhelyben, nagy műhelyük volt, és nem tanáltam olyan fát, ami nekem jó, fenyő, sűrű szálú legyen, aztán elmentünk hozzá, mert aztán utóbb már a fia is köztünk citerált Vásárhelyen. Aztán azt mondta, hogy választhatok fát, azt mondja, én kivágom 6, mit tudom, hány milisre, úgyhogy legyalulja 5 milisre. Úgy kifűrészültem, le is gyalulta 5 milisre, úgy adta ide nekem. Hát úgy vettem meg, de citerával fizettem. Tényleg úgy volt, mert közben meg ő mondta, hogy ő meg röndölni akar nálam egy citerát, nem a fiának, hanem ő neki. És akkor egyenlítünk. Cserebere. Cserebere, persze. Hogy adta a fát, én meg adtam a citerát, azt akkor a citera több értékű, a különbözetet fizeti aztán. De így sokkal könnyebben dolgoztam én is, mert már a fenyőrész az ugye le volt gyalulva 5 millisre, nekem csak csiszolni kellett még utána. Hát azt már mondjuk, Már nem kézi csiszolása volt, van csiszológépem, abból csiszoltam, de elejébe csak kézzel. Belefogtam egy sima fát, és abból csiszoltam. Igen. Az oldalát, meg a tetejét mind úgy csiszoltam. Hát, meg ezt a kottalészöket is, hát azt is úgy csináltam én. Azokat úgy fűrészültem én. Hát elejébe azt is. Ez a kis pici, vékony, keskeny, ugye? Itt ez a kottalé. Igen, itt a tetején.
ebbe, ami az érintő szögek vannak benne, ezt nevezzük kottalécnek. Igen, látom. Ez cseresznye felbúva. Ezek szögek? Igen. Sárga réz. Látom. Hajlítottak, úgy vannak belenyomva. De ez van a kicsibe, ez vörös réz, de kemény. De ez már gondolom, ez az utolsó fázis, amikor ezt rárakja, ugye Pali bácsi, ezt a részt? Hát az készítés az úgy néz ki, hogy először ugye meg kell csinálni ezeket az oldalfejeket, elejét, hátulját. Melyik az oldalfej? Ezek az oldalfejek, igen. Igen. Hanetán citera készítése. Ezt csináljuk, és akkor összerakom szárazon, hogy na, stimmel, nem stimmel. Igen. Minden darabját összerakom. És azt honnan tudja Pali bácsi, hogy stimmel-e? Hát onnan tudom, hogy ezt a méretet tudom. Nem kötözködök, csak kíváncsi vagyok. Hát ezt a méretet kell tudni. És akkor ehhen satszolni úgy, hogy a G ide, a C, amoda a felső, az alsó C, oda a felső tehát C, ide. Így vonalba kell igen. Vele lenni. Igen. Oda kell beállítani. És akkor hát, amikor kész van, minden darabja le van szabva, akkor a gyalupadon kiraktam, összeállítottam, jó van, stimmel minden, akkor kezdtem el ragasztani. Akkor csak a keret készült el. És milyen ragasztót használt, Pali bácsi? Hát elejében használtam a eporapidot. Kétfajta ragasztót kellett összekavarni, de aztán jó, hát nem... Egy pár évre rá, aztán már ez éve pálmafa, olyan, mint a tejföl, fehér pálmafa, és az szintelené válik, ezért is az eporapid is az is szintelené vált. Amit először ragasztottam az elejébe, az nem volt szintelen az eporapid. Nem tudom, az, akkor nem csináltak még olyan, csak egyfajta volt, az nem volt szintelen, az meglátszik a válni, nem lehetett lefesteni se. Hát én nem festettem különben, ez az egy van, akit pácoltam, a többi csak lakkozva van. Csak lakkozva, mert azért lakkoztam, mert a cseresznyefa az nagyon szép színt ad ki. Igen. Nagyon szép színt ad ki a lakkozás után. Mikor elkészült, hogy most már összeragasztottam, ugye ezt pillanatszorítókkal összeszorítottam, és lesúlyoztam a gyalupadra, hogy nehogy elferdüljön valamőre, lesúlyoztam ólommal. nem pillanatszorítóval, ólomokat raktam rá, az szépen úgy megszáradt, aztán gyűjtött a teteje. Akkor még a teteje után, mikor a teteje is rászáradt, aztán lehetett ezt rárönni, a kottalécöt. Úgyhogy nem lehetett folyamatosan, hogy most hozzáfogok, megcsinálok egy citerát, ebbe időt elt. Mert közben mást is kellett csinálni. Azért mondtam mindig azt, hogy jobb, ha többet kell egyszerre csinálni, mert akkor ezt letöttem, hogy száradjon, csinálom a másikat, azt így hamarabb elkészült. De ha csak egyet csinálok, arra is ki kellett várni az időt közben, meg már akkor nem tudtam másik citerát csinálni. Csak esetleg a kertbe kapálni. Akkor utána jön a húrozás? Hát a húrozás az a legvégén van, mikor már le van lakkozva is. Mert még mikor, hogy össze van ragasztva, akkor még a hiába van előre lecsiszolva, még akkor még mindig kell egy finom csiszolást csinálni rajta, mikor össze van ragasztva is, meg a ragasztót, ahon kinyomja, azt szépen le kell takarítani, hogy az nyomtalanul maradjon. És azért volt jó ez a szintelen ragasztó, elvált a fátú, szépen le lehetett faragni róla, hogy hibátlan maradt a fa. Utána a teteit ráragasztottam, aztán itt a kottaléc, érintő szögeket is, azt is sok munka volt, hogy én mindegyiknél újra csináljam, mindegy. Csináltam egy sablont, azt rátettem, és ott bejelöltem, azt belefúrtam, azt úgy raktam bele a szögeket.
van ilyen hangoló kis masinám, ellenben működik, ahova kerestem ki mindig, hogy az árt ide oszt, akkor a többi aztán igazodik, de megnéztem mindig, hogy stimmel-e. Sok munkával van, nagyon sokan kérdezték tőlem kiállításon, meg mesterség ünnepén is, hogy hát mennyi idő alatt készül-e? Hát mondom, ezt nem tudtam kiszámolni, nem is akartam sosé, mert hát volt, amikor 20 percet dolgozik rajta az ember, vagy volt éppen, hogy 3 óra hosszát is dolgoztam, az attól függött, hogy mit kellett csinálni. Ezt mindig föl kellett majd jegyezni, hogy most hány órát, hány percet dolgoztam, ebben nem foglalkoztam, nem értem rá. Mert mondom, eljártam én dolgozni, ez amellett készült. Nagyon pontosan, azért is nem merök már csinálni, mert már most már ugye 80 fölött vagyok én is, aztán a kezeim már úgy nem egészen olyan érzékönyek, mint voltak. Meg remeg is néha. Aztán ezt nem lehet csak úgy, hogy összedobom. Pontosan kő. Pontosan. Ezt megmondta Horváth Gyuri bácsi is, hogy ez nagyon pontos munkát igényel. Hát. Pali bácsi, itt olyan gyönyörű citerák vannak, én nem tudom megállni, hogy ne kérjem meg, hogy csak nem egy nótát, csak hogy hallgassuk már meg így végig a hangokat ezen a citerán. Teledik alkonyodik, gulyom édes takarodik, a számadó káromkodik, három bojtár jó bort iszik. Egyik iszik a meggyesbe, a másik a cserepősbe, a harmadik a morgóba, gulyom édes csavargóba. Ez volt. Ott látunk még egy csodát ott az ágyon. Csak egy pár szóba, arról is mesélne Pali bácsi. Ez az egyetlen, amit készítettem. Van nekem egy olyan kis könyvem, ami a népi hangszerekről szól. Aztán megtanáltam benne a tekerőlantot. Azt én határoztam, hogy én megpróbálom, csinálok egyet. Aztán kinéztem a méretüket, mindent rajzolgattam, faragtam, mindent csináltam. Aztán én nekem nem mondta Peti, a fiam, hogy hát nem van egyszerű dolog, ez csak Latinak megsúgta, azt mondja, hogy azt hiszi, édesapa azt mondja, hogy majd a könnyű lesz ezt megcsinálni. De Laci sem mondta jám meg nekem ezt. De én csak csináltam, majd lesz belőle valami. Egyszerűen csak Peti hazaállított egy Bársony Mihály által gyártott tekerőlanta. Megvette vásárhelyen egy idős embertű. Azt mondja, hogy hát hoztam egyet, hogy ezt is nézze közben, ne csak a könyvet, hogy ezt is nézze közben. De hát akkor már úgy félig, vagy inkább előrébb voltam vele haladva a készítése. Aztán már belátta az, hogy hát az én apám csak megcsinálja a tekerőlantot is. Hát csak aztán voltunk bajba, hogy nem tudtuk behangolni, húrunk se volt különben. Az nem volt gond, aztán azt mondta Peti, elmenjünk Bársony Mihálynak a lányához, Tisza Alpárra. Aztán elmentünk, hát
azt mondta, hogy ő, neki nincs húr, de az anyukájánál még biztos van. Menjünk el oda, azt mondja. Megkérdezte Peti azt is, hogy be tudná-e hangolni, hogy annyit tanult-e, mert zenetanár. Hát azt mondja, tudok rajta játszani keveset, de a hangolást nem tudom vállalni. Na mindegy, elmentünk az anyukájához, aztán még attól vettünk húrt. Mert nem mindegy, hogy milyen húr, mert ezek... Jó, mit is lehet látni. Birkabélből van összesodorva. Maga a húr? A húr. A húr, igen. Birkabélből van sodorva. És úgy jutottunk húrhon, hogy Vársony Mihályné, még azt hiszem Mihály bácsi csinálta a húrokat akkor. Mert az is megcsinált mindent. És ezt a hangszert még tudja Pali bácsi csak így szólaltatni? Hát meg tudom szólaltatni, de játszani nem tudok rajta, úgy mondom, ahogy van, mert azért, hogy én nekem nem volt időm arra, hogy még ezen is megtanuljak játszani. Azt akkor így játszanak ezen. Úgyhogy a hangolása odáig jutottunk el. Több idő kell a hangolásnak, ugye? Tessék? Több idő kell, hogy fölhangoljuk a hangszert. Hát, persze. Hogy Peti, mert Balla Tibihen. Nagyon jó tekerős, vaslösdíjas. Olyan nagyon jó játszik rajta, hogy nagyon. És az hangolta be. És így lett főhangolva, mert mi nem tudtuk főhangolni, nem... Én is csak titelálni tudok, amennyire. Itt a következő feladat, akkor meg kell tanulni. Nyenyerén is játszani. Már azt hiszem, hogy arra nincs időm. A díjakról mesélt Pali bácsi, tudna egy párat mutatni? Hát itt vannak a zsűrizett titeláknél. Zsűrizett, minden. Ezt vitt el a lány Angliába, Esztet. És itt van az évszám, ugye, amikor készített a Pali bácsi 2000. Mikor volt az első citere, amit zsűr? Legelején? 99. Akkor zsűriztettem első. Uh-huh. De én már azelőtt már régen csináltam, csak... Nem foglalkoztam a zsűrizéssel. Erre is a gyerekek beszéltek rá. Peti vitt föl először is Pestre. Ott zsűriztek Pestön. De nem bánta meg Pali bácsi. Nem bántam meg, mert azért sok... Aztán, hogy tagja lőttem a Népművészeti Egyesületnek is, aztán sok fele jártunk kiállításokra meg. Itt vannak ezek a katalógusok. Ez nemzetközi kiállításokon voltam. Szegedül. És ott mindenhol tanult egy kicsit még ahhoz, amit addig tudott, gondolom én. Hát persze. Ugye? Persze. Hát itt van a mesterség ünnepén, itt vagyok. Ez így van. Itt is ez van. Ezek a Hősök terén voltak, 99 meg 2000-ben akkor a Hősök terén voltunk. Aztán 2001-ben voltunk a várba. Úgyhogy akkor el kellett osztódni a Népművészeti Egyesületnek, egy része a Hősök terén, másik része a várba volt. Akkor már 2001-ben a várba voltunk mindnyájan. Hát aztán itt van a citera készít. Sanyi ezt az öreg citerát hozta, hogy csináljak neki egy újat, és ez avval van levényképezve. Velem együtt. Itt meg a citera készítő citerál. Hát aztán gyűjtek ilyen
oklevelek is, emléklapok. Na ez a milleniumi ünnepségen van. Meg hát az együttese, a vásárhelyi együttese, mink nagyon sok fele jártunk az országba is, nem csak Erdélybe, meg Kikindán voltunk, meg Lengyelországba voltunk, Litvániába voltunk, úgyhogy itthon is sok fele jártunk, sok versenyen vettünk részt. Vas Lajos Bartók emlékverseny, akkor a Kodály emlékversenyek, ezeken nagyon sokan részt vettünk. És ott citerázott, meg énekelt is Pali bácsi, ugye? Meg énekeltünk, persze. Mert általában úgy volt, hogy a csokorban úgy volt, hogy ha minden dalt nem is, de nagyobb részét énekeltük is. Volt úgy, hogy az asszonyokkal váltva. Egy részét az asszonyok, a másik részét pedig mink citerásuk úgy énekeltük. Ez van Litvániában ez a kép. Ott is jó, nagy sikerünk volt, de csak ott a hároman voltunk citerások, mert ilyen testvérvárosi találkozó volt, aztán a vásárhelyi polgármesteri hivatalnak is vinni kellett valakit, akik valamilyen műsort adnak. Mi azt mesélt a Pali bácsi? Én meg Peti voltam, meg még egy a Tóni bácsi. Most 92 éves már az ember. Hároman voltunk citerások, de nagy sikerünk volt. Na. Melyik díjra a legbüszkébb, Pali bácsi? Kaptam én a polgármesteri hivataltól egy ilyen díjat, ami tényleg erre büszke vagyok. Oklevél Baks község képviselő testülete köszönetét és elismerését fejezi ki Korompál úrnak. A település jó hírnevének gazdagítása terén kifejtett eredményes és kiemelkedő tevékenységéért 2003. augusztus 9. Igen. Baks. Igen, és ezt még az oklevél mellé, meg még ezt a szép vázát, ezt együtt kaptam minden. És nagyon nagy meglepetésemre adták. Hát amikor szólítottak, hát ki szoktunk menni ilyen ünnepen. Falunapokon volt ez, Pali bácsi? Azt hát a kultúrházba, oda is csak bemenjünk, ott lesz, mit tudom én, milyen beszéd még, meg minden. Azt hát egyszer, mikor a díjakat adják, Molnár Béla tanár, azt kapta elsőbb. Aztán szólítják, hogy Korompál úr. Hát, nem, nekem szól ez. Peti hátat mögött ül, azt mondja, mondjam már magát hiány. Hát én teljesen el voltam, hogy engem, hát miért hinnek egy. Hát nem. Azt hát nagyon örülök neki azóta is. Hát ilyen, mikor bevittem az egyesületbe, megmutattam az elnökasszonynak, azt a többiek is oda szaladtak mindjárt. Mi az? Mit kaptál, Pali? Mi az? Mert ott mindenki tegezte, mindenkit. Aztán nézik, hát ez aztán nem semmi, ez aztán tényleg. Már mert szép, hogy egy faluba is elismerik, hogy az ember ilyet csinál. Örültem neki nagyon, meg meglepett nagyon. Akkor a kiállításra is kaptam még ezt az ottan. Majd mutassak már még a fényképekből, de van ám itt rengeteg ilyen minősítő oklevelek, ahol ez már vásárhelyi csapattal van, hogy minősítésre is, hát nincsen csak aranyunk. Hát nem jól mondtam, de van kiemelt névódíjunk is. Csorvási Népzenei Versenyen művészi közreműködésért a zsűri által elismerésben részesült. Meg még közben voltunk, mink 2001-ben a Duna TV-nél.
Pentaton címön névzenei verseny volt, és beneveztünk oda is. A Peti volt az indítványozó erre is, mert csak a citerások mentünk. És hát odáig fejlődtünk ott, hogy még egyszer vissza kellett menni. Nem jó szerepeltünk először, és a döntőre vissza kellett menni. Úgyhogy két Csongrád megyei csapat volt a döntős, mink a szentösiekkel. Ez megint nagyon jó érzés volt, hogy oda eljutottunk, na itt van Sanyi. Ez volt a Baksi csapat, ez a Vásárhelyi csapat, azért öttem így őket. Ezek például Lengyelországban, 75-ben Lengyelországban készültek. Megmutatná Pali bácsi még egyszer, melyikek azok a képek? Hát, ezek Lengyelországban készültek, de ez ott is már ilyen kirándulás formában, hogy ez a Mária templomra van, ott a mit tudom, milyen főtér. Zsivjecben voltunk, ott voltunk elszállásóban, és Zsivjecben szerepeltünk Círk meg Viszla. Három helyen szerepeltünk, és arany elismerésbe részesültünk már akkor 75-ben. Három éves citerások voltunk, már úgy mondom, hogy az alakulásunk túl számítva. Ez már Litvániában van ez is, a Kereszthegyen voltunk kint. Meg a tengerparton. Ez a szabadtéri fővételünk ott a Litvániában, aztán délután meg pedig bementünk a főtérnél, volt egy nagy templom, ottan koncertteremnek mondták, és ott még újra szerepelni kellett, és ott mondták azt, hogy már ezt a tolmács közölte velünk, ennek a lengyel Antalnak a menye, az litván lány volt, és ő volt a tolmácsunk, de volt ott helyben is. És azt mondta a lány, hogy, vagy hát a fiatalasszony, hogy azt mondták a nézők, hogy úgy érezték magukat, mintha színházba lőttek volna. Mert boros csokrot adtunk elő, ebben szerepeltünk is, meg énekeltünk is. Nagyon hároman voltunk, azt mégis azt mondták, hogy mintha színházba lőttek volna, olyan volt. Csak a tolmács be volt állítva pincérnek. Egerbe is voltunk, ott is, nem tudom már pont hányba volt, de ott is szombaton egész nap zsűriztek, annyi csapat volt. És vasárnap délig, vasárnap délután pedig, akit a zsűri jónak tanált, avval bementünk a kultúrházba, és ott rádiófővételt csináltak velünk. Mink is benne voltunk a jók közt. Tolcsvai Imre bácsi, az volt a zsűri elnök, és ott is az mutatott be bennünket a színpadon is, mikor már bent voltunk, mondta el az ismertetőnket. Azt akkor hát ugye benne volt az is, hogy a csapat saját készítésű citerán játszik, a készítője Korom Pál, azt akkor kaptam le tapsot, aztán hát olyankor meghajultam mindig, mikor a nevem mondták, hogy lássák, hogy én vagyok az. És nagy sikerünk volt ott is. Ottan nagyon megdicsérte az Imre bácsi a citerájaimat. Nagyon, úgyhogy. Na itt van a Duna TV-nél, mink második helyezettek voltunk, az itt a az ajándékcsomagokkal halmoztak el bennünket, mert az első díj az pénz volt. De ahogy Peti, meg a másik citerás gyorsan nézték, már mikor lezajlott minden, hogy mi mindent kaptunk mink, hát a ponzorok, amit fölajártak mink, azokat kaptuk. Aztán többre rúgott, mint az első díjasoknak a pénze. Ez meg Forráskúton van, Petivel vagyunk ketten. Csak már most azok túl is szétmaradunk, mert én is öreg vagyok, ők is öregszenek. Aztán meg már tanár nyugdíjas, másik tanár van. Na,
itt van a medvefejes, amit Sanyinak csináltam. Egy fej. Elő van csak medvefej, oldalt meg olyan fej, mint a másiknak. Hát ezt is a csapattól kaptam. Korompár részére az együtt muzsikálás emlékére a Búzavirág együttestől. Hát nem hiába halmozták a palit. Ennyire tisztőtek engem is az, hogy nem vásárhelyi voltam. Nagyon, de nagyon jó csapat volt. Jó volt köztük. Nagyon sok fiatalnak lehet ez példa kitartásra. Úgy mentem oda csak, hogy kisegítőbe, hogy Peti mondta, hogy menjek. Aztán azt mondták, hogy hát nehogy itt hagyd bennünket most már, ha együttél velünk oda. Most már nehogy itt hagyd. Az 11 vagy 2 évig oda jártam át vásárhelyre. De nagyon jó volt velük. Nagyon jó csapat volt. Csak az volt a baj, hogy mondom, kiöregöttünk mindnyájan. Az főleg ők már messze nem akartak utazni. Ugye 80 akárhány éveseknek már fárisztó volt az is. Meg voltunk, mint Maksi nyugdíjas klubba is jártunk, mint ide. És ide mi van írva, olvasd csak el. Nyugdíjas klubok országos találkozója. Pesten voltunk fönn a nyugdíjas klubba. És ketten mentünk citerások, én meg az egyik Molnár János. Pali bácsi, én itt olvastam egy ilyen kis pici történetet, ezt felolvasná nekünk. Korompál népi hangszerkészítő. 1934. május 28-án születtem Sövényházán, a mai Ópuszteszer területén. Születésemtől kezdve Bakson élek. 9 évesen kezdtem el citerázni. Tanítómesterem nem zenetanárok, hanem a falu idős emberei voltak. Citera készítésével 1976-ban kezdtem foglalkozni. Az életem során összegyűjtött tapasztalatok, nem utolsó sorban a Népi Hangszer Készítés című könyv olvasása adta a kezdő lökést első citerám elkészítéséhez. Az országban szinte egyedülálló módon mindenfajt gépesítést mellőzve csak kézi szerszámokkal gyalú, kézifűrész, ráspoly, a faragások elkészítéséhez Bicskába készítem a citerákat. E mára méltatlanul feledésbe mellő népi hangszert. Köszönjük szépen, mi, hogy itt lehettünk, és hogy sikerült így a... Én nekem volna inkább mit köszönni, mert 80 év eltelt már a koromon, és még ilyen riportot nem csináltak velem, pedig már 76 óta készítem a citerát. Következő adásunkat március 24-én kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben magazin műsorunkkal jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délután 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!